Üdvözlöm Önöket, Morvai Péter szerkesztő vagyok, és itt hétfő este a Hetek stúdiójából kapcsoljuk Robert C. Kessler biztonságpolitikai szakértőt Izraelből. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok, és nagy szeretettel köszöntöm a nézőinket, vagy a hallgatóinkat, akik csak hallgatnak minket egy holdfényes valahonnan. Visszatértünk az élő fórumhoz két hét szünet után, de hát azért közben is voltak beszélgetéseink, és ez idő alatt nagyon sok nézői kérdés is gyűlt össze már a mai adáshoz. Ezekre szeretnénk most minél gyorsabban lehetőséget biztosítani, de mielőtt rátérnénk a kérdésekre, hadd említsek meg, most délután került föl egy videó a csatornánkra. A hétvégén itt járt Budapesten Amichai Shikli, izraeli diaszpóra ügyi miniszter, a Likudnak az egyik vezető politikusa, és tartott egy előadást itt a stúdiónktól 100-200 méterre, a Hit Parkban közel 10 000 ember előtt egy előadást és nézői fórumot a legaktuálisabb kérdésekről, és azok számára, akik érdeklődnek a Közel-Kelet és ezen belül Izrael témái iránt, és úgy gondolom, hogy itt ebbe a körbe azért sokan vannak, ilyenek mindenképpen ajánlom. A mostani beszélgetésünk után ezt a videót is, tehát fönt van a Heteknek a csatornáján, és itt a leírásban a linket is majd közzé fogom tenni. És akkor kezdjünk is bele. Péter, lehet egy poént a miniszterrel Hogyne? Kapcsolatban? Hogyne? Én nekem az a tapasztalatom, hogy a Mihály Shikli nagyon bejön azoknak a hölgyeknek, akik azokat a vékony füzeteket olvassák, amiket az újságárusnál lehet kapni, ezzel a mediterrán férfi típussal, meg minden. Azt hiszem, hogy róla írták ezeket a könyveket. A hölgyek nagyon kedvelik. Van egy ilyen politikus típus, mint tudom én, mint Trudeau a szép hajkoronájával, meg a Mihály Shikli is ehhez a szép férfi csoporthoz tartozik, én láttam, hogy van egy nőtípus, amelyik halálosan bukik a Mihályra, hogyha már ezért is megéri megnézni az interjút. Igen, viszont ő nem hord ilyen különböző színű zoknikat, mint Trudeau, és amikről viszont beszél, azok meg nagyon, nagyon is fajsős és komoly témák, de valóban nagyon jó benyomást keltett az előadása, tehát ajánljuk szeretettel mindenkinek. És nézzünk akkor kérdéseket. Nagyon megragadta a legutóbbi beszélgetésünkben az a hasonlat a nézőnket, amit említett a Varangyfarmról, ugye annak kapcsán beszélt, hogy a nyugat sorra igyekszik lenyeletni a békákat Vlagyimir Putyinnal, és ezt írja is Gábor, hogy nyeli a békákat rendesen Putyin, és az a lényeg, hogy Ukrajna csak egy kislevelű béka, de Finnország már teknős. Hogyan látja ezt ön? Nehezebb lesz lenyelni Finnországot, mint Ukrajnát? A történelmi tapasztalat azt mutatja, hogy ezeket a szomszédait előbb-utóbb Oroszország lenyeli. Tehát van valami ebben a, már többször elmondtam, hogy van valami ebben az orosz birodalomban, ami egyszerűen meg tudja hódítani és asszimilálni tudja ezeket a népeket egy ideig, óráig. Utána ez meggyengül, a birodalom összezsugorodik, és utána megint megerősítik a birodalom, megint kitágul, és megint túlvállalja magát, és akkor van egy ilyen pulszáló, egy ilyen oszcilláló jelleg ennek az orosz birodalomnak, és van bennük valami, ami arra készteti őket, épp úgy, mint a hajdani oszmán birodalmat, hogy képesek meghódítani és asszimilálni ezt a nagyon diverz etnikai mozaikot, és gyakorlatilag azt látjuk, hogy az orosz irodalomnak, meg a történelemnek, a zenének a nagyjai nagyon kevés közülük valódi orosz, tehát nagyon sokan vannak ezekből a meghódított népekből, lehetnek baltiak, lehetnek finnek, lehetnek ukránok, lehetnek belaruszok, tehát van valami ebben az orosz birodalmi receptben, épp úgy, mint a Perzsában vagy az Oszmánban, ami működött hosszú évszázadon át. Nem jelenti azt, hogy működni fog a továbbiakban is. Minden birodalomnak eljön egyszer a vége, vagy egy ilyen orosz sorozat is különben a birodalom vége. Volt egy ilyen 10 részes orosz sorozat. És én inkább, ez engem különösebben mindez nem érdekel, megmondom őszintén, mert nem vagyok az oroszoknak se a mamája, se a papájuk, ami engem aggaszt, hogy miközben ezeket a békákat nyelik le, egyszer egy ilyen hányás rohamot kaphatnak, és az minket is eláraszthatja. Tehát azok a kis népek, akik ennek a birodalomnak a peremén élnek, azokra éppen egy ilyen hányás roham épp olyan veszélyes, mint amikor meghal egy ilyen birodalom, és ahogy Rácz András kolléga mondta, súlyával agyon nyom minket, tehát ezek a problémák, ezek megvannak. Tehát akkor is baj, hogyha erős a birodalom, akkor is baj, hogyha terjeszkedik, akkor is baj, hogyha gyengül, és akkor is baj, hogyha meghal egy ilyen birodalom, kicsit olyan, mint a belga, hogyha meghal, akkor az a baj, hogyha... Tehát a nagy birodalmaknak az a természet, hogy bármi történik velük, akkor az a baj. Tehát ilyen szempontból a belga egy nagyon hatékony biztonságpolitikai elemző lehetne, mert tényleg mindig az a baj, ami éppen van.
És hogyha ebből a szempontból nézzük, ugye Finnországnak a NATO csatlakozása után most már hivatalosan Svédország is NATO tag lett, ugye vannak ilyen elemzések, amik azt mondják, hogy hát Putyinnak a legnagyobb kudarca ezzel a háborúval az, hogy megnövelte a NATO-nak a taglétszámát két jelentős országgal, ami ráadásul közel van Oroszországhoz. Itt a probléma az, hogy ezeket az erőegyensúlyokat nem lehet Excel táblázaton kiszámítani. Tehát, hogyha a Sinwar barátunk vagy Nasrallah elvtárs egy Excel táblázaton számolták volna a dolgokat, soha az életben nem támadják meg az Izraelt. És látjuk azt, hogy a történelem folyamán igen-igen sokszor az objektívebb, gyengébb játékost megtámadta meg, és néha le is győzte nála sokkal erősebb játékosokat. Tehát a hadtudomány nem arról szól, hogy nekem egyel több katonám van, akkor én nyertem. Épp ugye a sakk se erről szól. Tehát látjuk azt, hogy a sakkjátszás folyamán is valaki, aki objektíve egy bizonyos ponton gyengébb helyzetben van, aztán fölülkerekedik, mert ügyesebben tud játszani. Tehát én óvaintek mindenkit attól, hogy kényelmesen hátradőljön azért, mert most tudom én hozzá tudjuk adni még a NATO-nak a listájához még, tudom én, 500 000 fint a tartalékosaikkal együtt, nem tudom, 1 millió svédet a tartalékosaikkal együtt, meg mindent, ezzel még simán elveszthetünk egy háborút az Oroszország ellen, tehát ez simán belefér, és aki nem hiszi, nézze meg, hogy milyen jól ment Izraelnek október 7-én, és látjuk azt, hogy a Szovjetunió majdnem elvesztett egy világháborút a hitleri Németország ellen, annak ellenére, hogy háromszor vagy négyszer annyi hadosztálya volt, mint a németeknek. Tehát ezek a dolgok csak így a felületes szemlélőt nyugtatják meg. Én azt hiszem, hogy minél erősebbek vagyunk, és minél több ilyen revansista hatalom vesz minket körül, aki kisebbek nálunk, annál jobban kell aggódnunk. Istvánnak a kérdése. Üdv! Az USA feláldozhatja Európát akár atomháborúval is, annak érdekében, hogy meggyengítse Oroszországot? Én nem hiszem, hogy az USA-nak az egyetlen álma, hogy meggyengítse Oroszországot. Tehát én úgy gondolom, hogy ezeknek a nagyhatalmaknak, ezeknek a hegemóniára törekvő, hogy hegemóniát birtokló hatalmaknak az a célja, hogy a hegemóniájukat megtartsák, nem azt, hogy valakit meggyengítsenek. Hogyha ez belefér abba a csillagképbe, abba a konstellációba, hogy valaki erős legyen, akkor azt erősítik. Ha belefér az, hogy most gyengüljön, akkor azt gyengíteni fogják. De az amerikai politikának nem az alaptétele, hogy hát most minden áron Oroszországot gyengíteni kell. Mert ez az egész dolog egyensúlyoknak a rendszeréből áll tulajdonképpen. Nagyon meggyengítjük Oroszországot, akkor Kína valószínűleg terjeszkedni fog Oroszországnak a rovására, és hosszú távon az a Kína, amelyik rendelkezik Szibériának az erőforrásaival, egy sokkal nagyobb fenyegetést jelentene az Egyesült Államoknak. Úgyhogy én azt hiszem, hogy egy okos államférfi inkább egy ilyen egyensúlyozó művészhez lehetne hasonlítani, és nem valakihez, egy ilyen bikához a porcelánboltban, aki mindent össze akar törni, és az összes ilyen Kovács Margit kerámiát összetöri, és akkor érzi magát erősnek. Pont ellenkezőleg. Én azt hiszem, hogy ez egy egyensúlyozó művészet, és minél erősebb valaki, és minél befolyásosabb valaki, annál inkább fél, és annál inkább nehezebb számára ezeket az összes tányért a levegőben tartani. Tehát én így látom a dolgokat, és ahogy túlzásba vittük annak idején a túlzott orosz ellenességet, most túlzásba visszük ezt a túlzott Amerika ellenességet is. A kis nemzeteknek a célja az, hogy ezeket a nagy ragadozókat körülöttünk egyensúlyba tartjuk, és nem az, hogy az egyik ragadozó megdögöljön, és a másik pedig fölfalja a holttestét. Mert akkor egy még nagyobb ragadozó lesz belőle, és akkor mi még kisebbek leszünk mellett. Tehát óva intek mindenkit attól, aki ezelőtt 30 évvel azt mondta, hogy a ruszkik haza, most meg azt mondja, hogy az amcsik haza. Azt mondom, mindenki maradjon ott, ahol van, és mi próbáljunk meg ügyesen egyensúlyozni körülött. A nézőinket továbbra is nagyon megragadják a hasonlatok. A varangyfarmot követelik kulcstartóra, ezt majd Király Tamás barátommal megbeszéljük. Egyébként itt jegyzem meg, hogy a Verekedő hegyek könyvet dedikálva meg lehet rendelni a kiadótól, és még ráadásul egy kulcstartót is küldenek hozzá, lehet, hogy azon már pont ez a varangyfarmos idézet lesz, de László azt írja, hogy ezek olyan kasztellizmusok, amelyek például a világszerte felordító sakálfalkát, meg a forduló madár raj, ezek igencsak egyedi és szemléletes példák, tehát vannak, akik gyűjtik ezeket. Bora Tora jeligével érkezett a kérdés, hogy az ukrán-orosz megállapodás tervezetet, amelyet Boris Johnson, ő Bolond Johnsonnak írja, biztatására 2021 végén az ukránok, az 22, nem volt 22-ben, az ukránok nem írtak alá, számíthatunk arra, hogy valaha is nyilvánosságra hozzák-e, Putyin is utal arra a nyugat is, de vajon mit tartalmazott, erről szeretnék egy szakértői elemzést.
Én az egyetlen dolog, amire emlékszek, hogy mikor ezelőtt talán egy évvel Putyin elnök meghívta Oroszországba a 6 vagy 7 afrikai államnak a képviselőjét, akkor bemutatta nekik ezt a dokumentumot. Tehát megmutatta nekik ezt a dokumentumot, és megmutatta azt, hogy ez ott volt ellenjegyezve az ukrán fél képviselőjének, nem tudom, az iniciáljával, vagy pedig az aláírásával, nem tudom pontosan technikailag, hogy hogyan jegyezte ellen az ukrán fél ezt a dokumentumot, de nagyjából kész volt. Tehát ez egy óriási tragédia, és azt hiszem, most már elmondhatjuk, és tudom, hogy ez nagyon bosszantóan hangzik, hogy egyszer egy héten elmondom azt, hogy megírom a Facebookon azt, tehát én megmondtam ezelőtt egy pár évvel, de én tényleg úgy éreztem, hogy van egy lehetősége arra, hogy a kezdeti sikertelen támadás után lezárjuk ezt a dolgot, és akkor még lehetőség lett volna a Krémet visszanyomni a tóbusba talán, és visszatérni a régi Európához, meg a régi Nyugathoz, és folytatni a dolgokat, ahogy mentek, de nem így történt. És most már annyi minden történt azóta, hogy azóta ezt a fokrémet már nem tudjuk visszanyomni a tubusban. Gyulának a kérdés, egy kicsit hosszabban fejtik ide, azt gondolom, hogy érdekes. Tiszteltetem uraim, Róbert elemzését a kezdettől fogva hallgatom, és nagyon jó közérthetők és főleg célra törők. Megfigyeltem, hogy sokszor támaszkodik történelmi példákra, van itt egy érdekes példa. Volt egy hatalmas gazdag ország Európa közepén, és ez sokaknak nagyon nem tetszett. Kirobbantottak egy háborút, és a végén ezt az országot szétszerelték a trianoni békediktátum alapján. Mi van akkor, ha 1990 után létrejön egy hatalmas állam Európa keleti részén, ami sokaknak nem tetszik? Kreálnak egy indokot, hogy háborúba keverjék ezt az országot az oroszokkal, és a vége ugyanaz lehet, mint Trianonnak, csak más eszközökkel. Nem lehetséges, hogy tulajdonképpen ez a végső cél, Ukrajna felosztása? Nyugat-Európának már megvan a maga pufferzónája Finnországtól az Adriai tengerig, már Kissinger is megmondta, ha jól emlékszem, hogy a kelet-európai országokat azért kell integrálni, hogy megvédjék a nyugatot. Elég hosszú a kérdésem, de a lényege az, hogy nem az az igazi célja ennek a háborúzsinak, hogy végül Ukrajnát osszák fel, mennyire áll tehát ez a trianoni párhuzam. Én úgy gondolom, hogy Ukrajnának a felosztása az benne volt a pakliban mindig tulajdonképpen, mert egy olyan államról van szó, amelyik szembe megy avval az igazsággal, ami ellen tulajdonképpen az Európai Unió egy lázadás ez ellen, az igazság ellen. Hogy a nacionalizmusnak a korát éljük, és mi emlékszem, amikor gyerek voltam, mindig azt magyarázták nekünk, hogy az első világháborúban azért esett szét az osztrák-magyar monarchia, meg az orosz birodalom, meg az oszmán birodalom, mert a nacionalizmus korában nem lett egy olyan birodalmat összetartani, ahol kilencféle nyelven kéne ráírni a vasúti jegyre az útvonalat, vagy valami ilyesmi. És akkor eltelt 20 év, és azt, amit eddig a történelmi tévedésnek, aberrációnak, vagy egy túlhaladott történelmi példának hoztak példaként, most ezt próbálják megvalósítani újra. És én továbbra is azt hiszem, hogy továbbra is a nacionalizmus korát éljük, a jobbik esetben, a rosszabbik esetben pedig visszaprimitivizáljuk magukat egy törzsi társadalomba. De ezek a sok nemzetű konstruktumok, ezek előbb-utóbb szétesnek, és én ezt a sorsot látom Ukrajnának is valahol bekövetkezni, nem csak azért, mert nemzetileg egy sok nemzeti államról van szó, hanem kulturálisan, nyelvileg is, tehát ezek a rétegek egymásra rakódnak rá, és gyakorlatilag hasonló pontokon metszik egymást. Tehát ott, ahol ezek a törésvonalak keresztezik egymást, ott egy államot egy bizonyos egyensúlyba lehet hozni. Klasszikus példa az Egyesült Államok, millió ilyen törésvonal van, de ezek derékszögben metszik egymást igen sok alkalommal. De ott, ahol a legtöbb ilyen törésvonal ugyanazon a vonalon párhuzamosan, vagy ugyanott metszi egymást, ott igen nehéz egybetartani ezeket az államokat. És ott, ahol a nyelv is, a vallás is, az etnikum is egy egységes egészet képez, és ugyanabban az országon emellett az egységes gestalt mellett van még egy ilyen, és még egy ilyen, azt igen nehéz összetartani. Általában csak diktatúrával lehetséges. És ez sok mindent megmagyaráz avval kapcsolatban is, hogy milyen irányba megy az Európai Unió manapság. Zsuzsanna kérdezte, hogy pont egy másik elméletet mond az ukrán háborúra. Szerinte pont azért támadták meg Ukrajnát most, hogy később ne a NATO-val kelljen háborúzniuk, mondjuk a Krímért, már mint az oroszok. Scholz a háború előtti látogatásán, Putyin ezt nagyon világosan elmondta már, mint Scholznak, Ukrajna megtámadása borítékolható volt, csak az időpont volt kérdés. Európát viszont nyilván nem akarja megtámadni. Egyetértek teljesen a kérdésnek vagy az állításnak az egyik részével, a másik részében egyáltalán nem vagyok biztos. Tehát teljesen egyértelmű, hogy Oroszország azért támadta meg Ukrajnát, mert hogyha Ukrajna NATO tag lett volna, akkor már a NATO ellen kellett volna harcolni. Ez teljesen egyértelmű, és
Én úgy gondolom, hogy meg lehetett volna tartani ezt a versengést Ukrajnáért, nem a katonai szinten. Tehát egy bizonyos szinten tartottuk volna ezt a versengést, vagy pedig felosztottuk volna egymás között Ukrajnát Oroszországgal, akkor ez a háború elkerülhető lett volna. Viszont abban a pillanatban, hogy hátrébb akartuk tolni erőszakkal azt az orosz befolyás évezetet több száz kilométerrel, a háború az borítékolható volt. Tehát ebben Zsuzsannának teljesen igaza van. Abban egyáltalán nem vagyok biztos, hogy Oroszország nem akar tovább terjeszkedni, vagy nem azt mondanám, hogy meg akarja támadni Európát, de mindenképpen ki akarja terjeszteni a befolyási övezetét, és itt nem elsősorban Magyarországra gondolok, hanem azokra a kapukra, a geopolitikai kapukra, amik biztosítják az Oroszország bejáratát, itt Lengyelország, a Romániának a moldvai része, a régi moldvai fejedelemségnek a területe, az a rés, ott a Fekete-tenger és a Kárpátok között, Örményország és Grúzia, Georgia, a kaukázusi hegységnek a nyugati oldalán, a másik oldalon pedig talán ott van Azerbajdzsán, a nyugati kapuja annak a tengerparti útnak, ami a Kaspi-tenger és a kaukázusi hegyek között halad el. Tehát ezek ilyen ősi inváziós útvonalak Oroszország felé, és ezeket ott akarja Oroszország a befolyását érvényesíteni. Ha lehet polgári eszközökkel, politikai eszközökkel, ha nem lehet, akkor háborúval, ahogy most látjuk. Én ezt látom a jövőben. De azt akarom mondani, hogy egy háború Oroszország és a NATO között nem feltétlenül predesztinált, viszont azt, hogy az orosz érdekek surlódni fognak a nyugati érdekekkel Kelet-Európa számtalan pontján, az is predesztinált szerintem. Zsuzsanna kérdése után Katica kérdése. Nagyon sok hölgy néz bennünket és küld kérdéseket is. És ez pedig így szól, hogy lényegében most mi a helyzet a márciusi ultimátummal, amelyet Putyin úr adott állásfoglalás véget. Ugye talán januárban lehetett arról hallani, hogy Putyin az orosz főparancsnoknak azt az utasítást adta, hogy márciusra hódítsa meg a Donbass régiót. Most ehhez képest talán akkor elmaradásban vannak, nem? Én azt hiszem, hogy nem csak a politikáról valaki egyszer azt mondta, hogy a politika az a lehetséges művészete. És én azt hiszem, hogy a hadviselés is a lehetséges művészete. Tehát azt teszünk, amit megtehetünk, és ami egy nagyon erős visszafogó erőként hat a háborúra. Tudjuk, hogy a háború elméletben az erőszaknak a végtelen alkalmazása lenne, ezt tanultuk Clausewitztől. Ugyanakkor azt is megtanultuk tőle, hogy az, ami megzabolázza, vagy irányba tereli a háborúnak a folyamatát, az a politika. Mert a háború nem egy önmagában létező cél, hanem csak politikai érdekeket szolgál. És akkor látjuk azt, hogy Oroszország le van maradva mondjuk úgy az ütemrendje mögött, épp úgy, hogy Izrael le van maradva az ütemrendje mögött Gáza elfoglalásával. Miért? Azért, mert vannak olyan politikai korlátok, amik nem teszik lehetővé azt, hogy a rendelkezésünkre álló teljes katonai erőt bevessük, és ez van, ez a háborúnak a realitása. És ez jó, hogy így van, mert különben a háború csak az ösztön gyarló megnyilvánulása volna. László kérdezi, a Military Update-en a YouTube-on bemutatták a Sarmata rakétáknak a készültségbe helyezését, vajon a német rakétának van-e ekkora jelentősége a Taurus rakétára, utal a kérdező. Nagyon szépen köszönöm a kérdést, itt két teljesen más fegyverrendszerről van szó, tehát az egyik, tudom én, egy utánfutós vontató, a másik pedig egy sportkocsi a legjobb esetben, mondjuk úgy, ha összehasonlítjuk a kettőt. Az egyik egy stratégiai eszköz, ami világokat tud elpusztulni, mondjuk úgy, hogy ilyen képletesen fejezzem ki magam, világokat tud elpusztítani, több atomtöltetet tud szállítani, meg tudja támadni az Egyesült Államokat mondjuk a déli sark felől. Tehát tudjuk, hogy az amerikai rakétavédelmi rendszer, a légvédelmi rendszer, a NORAD, az észak-afrikai légvédelmi rendszer, az észak felé néz, az északi sark felé, ez volt a hagyományos stratégiai támadások útvonal a Szovjetunióból. Most ez a rakéta, ezt kicserezés hátba támadja Amerikát, mert a déli sark felől képes nagyon nagy sebességgel támadni, és igen kétséges, hogy per pillanat rendelkezünk-e olyan eszközökkel, amik ezt le tudják küzdeni. Tehát ez a Sarmat. És ezzel szemben a Taurus, az egy cirkáló robotrepülőgép, olyan, mint a régi Tomahawk, amiről a 80-as években, mint gyerekek már hallottunk, olvastunk róla, ezek a cirkáló robotrepülőgépek, és igen-igen hasonlít ahhoz a Scalphoz, vagy ahhoz a Shadowstormhoz, amit már láttunk ebben az ukrán háborúban, és gyakorlatilag egy taktikai, vagy műveleti szintű eszköz, amelyik képes elszállítani azt hiszem 400 kg robbanóanyagot, elfakszolni a földkerekség valamelyik pontjára néhány száz kilométer távolságra. Ez a Taurus, egy sokkal kisebb, ahogy mondtam, egy sportkocsi, egy utánfutós vontatóval szembe. Most az adás alatt érkezett Andrástól a kérdés,
így szó, hogy mit lép Oroszország, ha az USA kilép a NATO-ból, ugye ez Trump elnöknek a fenyegetését vagy felvetésétre utal a kérdés. Én először is én nem hiszem, hogy az USA valaha is kilép. Tehát az USA per pillanat, én nem látom az USA-t kilépni a NATO-ból. Trump elnök se ez volt az üzenetének a lényege, hogy az USA ki fog lépni a NATO-ból. Azt hiszem, hogy Trump elnök, amire céloz, az egyrészt egy igazságosabb tehervállalásról beszél a NATO-n belül, és ebbe abszolút igaza van. És a másik dolog pedig az, hogy azt mondja, hogy ha már elhatároztuk, hogy csinálunk egy közös bizniszt, akkor elvárom, hogy az üzleti partnerem se a tengerparton igyon mohítót, hanem üljön be az üzletbe, és tegyen bele ő is valamit ebbe az üzleti előfeszítésbe, mert különben semmi értelme az egésznek. Hát én azt hiszem, Trump elnök ezt mondta volna így a maga keresetlen szavaival, és nem azt, hogy szét akarja szedni ezt az üzletet. Én mindig azt szoktam mondani, hogy az európai hisztéria egy teljesen félreértelmezett hisztéria, mert a Trump a NATO-nak a legjobb barátja. Komoly tartalommal és komoly tartalommal akarja megtölteni a NATO-t, és komoly erőt, többletet akar adni a NATO-nak, avval, hogy rászorítja Európát, hogy többet költsenek nemzetvédelemre, és ne az Egyesült Államokra hagyatkozzanak ezekben a dolgokban. Nyilvánvaló, hogy ez zavarja azokat a politikusokat, akik azt akarják, hogy abból a szabad garasaikból szabadon rendelkezzenek, és ezekre a hülyeségekre költsék, amire Európában szokták költeni az államok költségvetését, mindenféle progresszív hülyeségre, bocsánat a kifejezés. Ahelyett, hogy az egyetlen fontos dologra költenik, ami az államnak az egyetlen valódi szerepe, a honvédelem. Tehát semmi, az összes többi színhelyről az állam nyugodtan kivonulhat, nem történik semmilyen tragédia, ez az egyetlen dolog, amit nem tudunk az állam nélkül csinálni. És hogyha ezt az állam nem csinálja komolyan, és a pénzt, amit erre kapott az adófizetőtől, elpazarolja hülyeségekre, akkor valakinek föl kell állnia, és azt mondja, hogy kérem szépen, maguk tévednek. Ez nem volt mindig így ez a helyzet. Tehát 100 évvel ezelőtt, ha megvizsgáljuk mondjuk a brit költségvetést, vagy a német költségvetést, vagy a francia költségvetést, az állami költségvetésnek a jelentős része, 30-40%-a a honvédelem nemre költötték, és nem mindenféle hobbi projektekre, mondjuk úgy. De térjünk majd még vissza Macron elnöknek a legutóbbi kijelentései kapcsán, de előtte itt van Dávidnak a kérdése, azt írja, hogy tisztelt Robert, miért fontosabb az USA déli határának nyitva tartása, mint Ukrajna és Izrael támogatása? Talán itt utal a kérdezőnk Biden elnöknek kongresszus két ház előtt elmondott évértékelő beszédére is, hogy abból is egy ilyen kép tűnhetett ki. Köszönöm szépen a kérdést, ennek van egy gyakorlati és van egy szimbolikus fontossága. A gyakorlati fontossága az, hogy gyakorlatilag a demokraták új szavazókat importálnak saját maguknak. Hát ez történik Európában is ezzel a migrációs hullámmal. Tehát látjuk, hogy van egy nyakas és hagyományhű elektorátus úgy az Egyesült Államokban, mint Európa nagy részén még mindig, és hogyha ezekkel nem lehet megvalósítani a világ megváltó eszméinket, mert nem hajlandók megszavazni. És ahogy Bertolt Brechtnek az egyik drámájában szerepel, és különben Jalal Talabani is ezt mondta, az iraki miniszterelnök, hogyha a nép és a hatalom összeütközésbe kerül, akkor a népet kell leváltani. Amit látjuk, hogy leváltják a népet, és egyszerűen importálnak olyan demográfiákat, akik legalábbis az első generációjuk teljes egészében az állam tögyein fog lógni, mondjuk úgy, teljesen függő lesz az államtól, és nyilvánvaló, hogy a demokratát fog szavazni az Egyesült Államok. Gyakorlatilag szavazatokat vesznek ebben. Az, hogy aztán a második, harmadik generációjuk egy olyan demográfiát képez, amelyik társadalmilag nagyon-nagyon konzervatív, azt most látjuk az Egyesült Államokban. Hogy a második, meg harmadik generációs hispánok már sokkal inkább szavaznak Trump elnökre, mint az első generációsok, mert nekik már megvan a saját bizniszük, ők már nem függnek attól, hogy megkapják az alamizsnát a demokrata kormányzótól, vagy a demokrata szenátoroktól ott az Egyesült Államokban, és visszatérnek a saját nagyon-nagyon konzervatív vallásos értékeikhez, és akkor inkább a republikánusokra szavaznak. Tehát kell legyen egy állandó migrációs hullám, hogy mindig legyen egy új garnitúra, akik majd aztán a demokratákra fognak szavazni, először akár a helyi szinten is. Tehát látjuk, hogy New Yorkban már megkapták a helyhatósági választásokon a szavazati jogot, és aztán ezt akarják majd bevezetni az államok szintjén is, hogy bebetonozzák a saját uralmukat. Tehát mondjuk ez lenne a gyakorlati jelentősége, és a másik, a szimbolikus jelentősége pedig az, hogy eltöröljük a különbséget az állampolgár és a migráns között. Mert az állampolgár a szavaz, annak van beleszólása a dolgokban, annak nagy a pofája, az beleszól, az megmondja a véleményét, viszont hogyha olyan alattvalóink lesznek, akik alattvalók,
azért, mert bármikor ki lehet keresni a nagykönyvből a cikket, hogy ő tulajdonképpen illegális az Egyesült Államokban, és bármikor ki lehet toloncolni, és ezt szelektíve akkor alkalmazom, amikor akar, akkor egy ilyen alatt való sokkal könnyebb, sokkal kényelmesebb a hatalomnak, mint egy állampolgár, akit nem lehet kitoloncolni, aki szavaz, aki meg tudja tagadni azt a bársonyszéget attól a politikustól. Tehát ki, melyik politikus ne álmodna ilyen alattvalókról? Szerintem ez az ideális. Épp itt a adásunk előtt olvastam egy Twitter üzenetet, vagy X üzenetet Elon Musktól, aki arról írt, hogy a szenátusban a demokraták leszavaztak egy olyan indítványt, ami megakadályozta volna, hogy a kongresszusi képviselőválasztáson, meg az elnökválasztáson, a választási körzeteknek a meghatározásánál figyelembe vegyék a illegális bevándorlókat. És Musk arra utalt, hogy olyan szűk a különbség a két nagy tábor között, hogy akár a választás is eldönthetik ezek a fajta manipulatív beavatkozások. Tehát nem tudom, hogy mennyire, nem tudom a részleteket, de úgy tűnik, hogy egyáltalán nem lefutott idén sem az amerikai elnökválasztás, mármint abból a szempontból, hogy belenyúljanak különféle trükkökkel. Hát látjuk, hogy láttuk ezeket, ezt a trükközést a 2020-as választások alatt, és Biden elnöknek volt egy ilyen aranyköpés, hogy minden idők legnagyobb méretű választási csalását készítettük elő. Ezt ő maga mondta, aztán persze ezt elröhögték, megint mondott egy hülyeséget, de lehet, hogy ez egy ilyen freudi elszólás volt. És látjuk azt, hogy teljesen technikailag törvényes eszközökkel átírtak törvényeket, átírtak szabályokat, ezt a fajta postán keresztül történő szavazást egy normává tették az Egyesült Államokban, csupa olyan dolog, ami Európában elképzelhetetlen lenne. Tehát ez, mindig azt szoktam ezzel kapcsolatban mondani, hogy a korrupció nem ott történik, vagy a választási csalás nem ott történik, mikor valaki egy hamis borítékot tesz bele az urnába, hanem ott történik, mikor olyan rendszert hozunk létre, amelyik nem tudja ezt kivédeni. Tehát, hogyha egy politikai elit egy olyan választási rendszert hoz részre, ami tetszés szerint meghamisítható, akkor már itt bekövetkezett a választási csalás, még mielőtt az első cetlit beletették volna abba az urnába. Próbálok itt lépést tartani, mert nagyon sok üzenet és kérdés érkezik. Tamástól olvasom ezt, hogy kedves Robert, próbálom követni az IDF, az izraeli hadseregnek a műveletét, és azt tapasztalom, hogy sok parancsnokot veszítettek. Ha jól értelmezem, ők mennek elől, minden tisztelet a harcosoknak és a parancsnokoknak is, ez tehát a Közel-Keletre vonatkozó kérdés. De igen, ez abszolút így van. Köszönöm szépen a kérdést, és ha szabadna ezt egy anekdotával illusztrálnom. Ezelőtt egy pár évvel még lent éltem egy kibucban a Vöröstengerhez közel, és ott az Eilat város környéke már egy tartalékos alakulat, akik ők adnak tulajdonképpen egy antiterrorista készültséget. És mivel tiszt voltam, de nyilvánvaló, hogy már a koromnál se fogva voltam harci tiszt, hogy megmagyaráztak nekem az első találkozó alkalmával, hogy itt kérem szépen a norma az, hogy teljesen mindegy, hogy a raktáros tiszt vagy a szakács tiszt vagy a tábori rabbi vagy valami ilyesmi, te vezeted azt a tímet, amelyik betör mondjuk abba az épületbe, ahol van egy tuszedő a tusszal. Tehát te mint tiszt, teljesen mellékes, hogy ez a szakmád vagy nem, te mész az alakulatnak az élén. Lehet, hogy a többiek mint 20 éves kommandósok, és te pedig egy 50 éves bácsika vagy, akkor is te vezeted ezt az egészet. Tehát ez úgy bele van húzagolva a dologba, és ebben ennek tulajdonítható az, hogy olyan sok tiszt az életét vesztette, és ezért kellett például minden idők legnagyobb tiszti kurzusát megnyitni, meg századparancsnoki kurzust, mert rengeteg taktikai szintű vezetőt veszítettünk ebben a háborúban, és azt hiszem, hogy ez így van rendjén, ez a norma, és ez amit mindenkitől elvárunk. A nagy geostratégiai kérdések mellett a nézőinket személyesebb dolgok is foglalkoztatják. Stefán kérdezi például azt, hogy hol marad a kávé, mármint a megszokott kávé öntől. Hát most megmondjam őszintén, én is ezt mondtam magamnak ezelőtt egy fél órában, amikor megálltam itt két pont között, ami között utazok, megálltam, hogy innen csináljuk meg ezt a beszélgetést, akkor vettem észre, hogy a bázison hagytam a kávékészletemet a gázfőzővel, meg mindennel, és akkor itt szentségeltem, de hát ez van, úgyhogy maradtam egy üveg vízzel, megtöltöttem itt egy kútból, de itt paradicsomi körülmények vannak, ahhoz képest, hogy honnan szoktam bejelentkezni, pálmafák, és le lehet ülni egy székre, ez egy ilyen nyilvános park, egy kis településen, úgyhogy most nagyon, nagyon jó körülmények között beszélünk, nem úgy, mint általában. És akkor még egy ilyen privát jellegű kérdés Lászlótól. Már csak az a kérdés, Robert, mikor van a seregben? Riport itt, riport ott, gondolom ezekre felkészül, nagyon jól beosztja az idejét.
Izraelben is ilyen kedveltek a kettős állampolgárok a köz- és szociális médiában, tényleg izraeli riportokban is láthatjuk, tehát ez a nézői kérdés, nagyon, nagyon kíváncsiak önnel kapcsolatban mindenre. Hát először is egy mitoszt el kell osztatnom, nekem nincs kettős állampolgárságom, nekem egyetlen egy állampolgárságom van, én csak izraeli állampolgár vagyok, és soha nem voltam magyar állampolgár. Én egész 1987-ig román állampolgár voltam, mint Erdély, akkor elvették az állampolgárságomat, csináltak egy ilyen szertartást is, hogy kirúgtak a kézből, meg elvették az állampolgárságomat, tehát gyakorlatilag, mint állampolgárság nélküli érkeztem meg Izraelbe, és akkor kaptam meg az izraeli állampolgárságomat, tehát ezt le lehet venni az asztalról, nincs kettős állampolgárságom, és én soha nem szerepelek az izraeli médiában, soha nem szerepelek, nem is fogok soha szerepelni az izraeli médiában. Tehát ez, ami a dolog első részét illeti. Most ami azt a kérdést illeti, hogy miért jópofizok naponta egyszer a podcastokon, ahelyett, hogy a körletet súrolnám fel a fogkefémmel, erre a válasz az, hogy ezek már nem ugyanazok az idők, tehát ez már nem Sztálinnak vagy Rákosinak a hadserege. Tartalékos szolgálatban vagyok, egy zárt bázison, viszont elég olyan pozícióban vagyok, hogy különböző pontok között kell állandóan utaznom, és úgy időzítem ezeket a beszélgetéseket, hogy valahonnan mindig útközben jelentkezek be. A bázisokról nyilvánvalóan nem szabad egy kamerát kinyitni, nem szabad egy internet kapcsolatot kinyitni, egyből bevágják az embert a börtönbe érte, ezért mindig útközben jelentkezek be, és mondjuk úgy, hogy az ember elkezd valamit a háború előtt, akkor a háború az nem kifogás arra, hogy ne folytassuk. Ez egy misszió számomra, nagyon-nagyon fontos misszió, és megteszek mindent, hogy folytassam még akkor is, hogyha igen, abból áll a dolog, hogy útközben ahelyett, hogy Széchy Pált hallgatnám, inkább előadásokat vagy cikkeket hallgatok a telefonomon keresztül. Ez az ára a dolognak, hogy koncentrálnunk kell. Ez van. Mindenesetre a nézőinkkel együtt nagyon köszönjük ezeket a lehetőségeket és a beszélgetéseket. És akkor visszatérve a nagyobb és fontosabb kérdésekhez, Istvántól olvasom. Üdv, az lenne a kérdésem, hogy anno az atomcsend egyezmény miatt leszerelt atom- és hidrogénbombák tölteteivel mi a helyzet? Elraktározzák ezeket, vagy megsemmisültek, vagy felhasználják őket az atomerőművekben? Köszönöm szépen a kérdést. Hát bontsuk a választ legalább kettőre. Mikor egy olyan fegyverrendszert leszerelnek, amelyiket valamilyen egyezmény, vagy valami hasonló tilt, akkor általában két fő komponense van, az egyik a nukleáris robbanófej, a másik pedig a célba jutató eszköz, a rakéta, vagy valami ilyesmi. És a rakétákat láttuk, hogy hogyan láttuk, ha valaki még emlékszik, a 90-es évekből voltak ilyen képek, hogyan tapossák el ezeket a rakétákat, vagy hogyan semmisítik meg őket. A vegyi fegyvereket általában elégetik, építenek ilyen létesítményeket, ahol ezeket a vegyi fegyvereket elégetik, és akkor általában küldenek megfigyelőket, mind a két hatalom küld megfigyelőket a másik hatalomnak a területére, akik ott vannak, és a jelenlétükkel igazolják, mint szemtanúk azt, hogy ezeket a fegyverrendszereket megsemmisítették. És aki követi például Scott Rittert, egy szélsőjobboldali amerikai kommentátor, ő például egy ilyen fegyverzet csökkentési megfigyelő, korlátozási megfigyelő volt Oroszországon belül, ott ismerte meg az orosz feleségét, azóta, tehát van egy orosz felesége, van egy nagyon erős orosz bekötöttsége, tehát ez is magyarázza azt, éveken át élt Oroszországban, ez is magyarázza az erősen orosz párti megnyilvánulásait, de látjuk, hogy ezeket a dolgokat csinálják, nukleáris robbanófejeket illeti, azokat általában reciklálják. Tehát olyan anyagról van szó, amit nagyon nehéz előállítani, nagyon drága előállítani, és általában vagy a robbanófejet magát helyezik raktára, vagy reciklálják a benne levő anyagot. Ez nem csak ezekre a robbanófejekre vonatkozik, minden atomfegyvert időnként le kell szerelni, robbanófejet át kell nézni, nagyon bonyolult eszközökről van szó, áramköröket meg kell vizsgálni, az összes rendszer működik-e, tehát nem egy olyan eszközről van szó, amit összeraktak a 60-as években, és azóta ott van valamelyik tengeralattjárónak a hasában, és várja, hogy kilőjék, hanem van egy állandó karbantartás, egy állandó reciklálás, egy állandó kezelés, amiknek alávetik ezeket a fegyvereket, mert veszélyes üzemről van szó tulajdonképpen. Tehát én ezt tudom evel kapcsolatban mondani, és ezelőtt néhány nappal az a legnagyobb ilyen amerikai üzem, a dolgokat csinálják, a hírekben megjelent, mert egy hatalmas tűz volt ott ebben az üzemben, és ebben a kapcsolatban jelentek meg hírek, hogy lehet ilyen ekkora tűz eset ebben, pont ebben a létesítményben. És akkor még egy atomfegyverrel kapcsolatos kérdés Ferenctől. Köszöntöm Önöket. Az atomhatalmak rendelkeznek az ellenséges területekre, városokba becsempészett atomeszközökkel?
Vannak ezek az úgynevezett backpack nukes, ahogy angolul hívják őket, ezek olyan kis atomtöltetek, amiket gyakorlatilag különleges műveleti alakulatok el tudnak vinni egy hátizsákban, és be is lehet állítani, tehát be lehet állítani a pontos robbanásnak az erejét, mondjuk úgy, tehát gyakorlatilag, mint egy tárcsát elfordítunk képletesen mondva, be lehet állítani, hogy nagyobbat pukkanjon, vagy kisebbet pukkanjon az az atomtöltet, és ilyen kisméretű atomtöltetek már a hidegháború elején voltak. Voltak olyan hátrasiklás nélküli lövegek is, amivel ilyen atomtölteteket lehetett kilőni 2-3 kilométer távolságban, már akkor megvoltak ezek a kisebb töltetek, vannak nukleáris aknák is, amikkel fix földi objektumokat lehet felrobbantani. Tehát ezek a kis eszközök, ezek megvoltak már a hidegháború elejétől fogva mind a mai napig, és néha szerepelnek filmekben, aki látta a Stargate-et, ott is szerepelt egy ilyen eszköz, amivel felrobbantották a végén ezt a kaput, ami megnyitja az utat ebbe a másik világba, és ezekkel az eszközökkel kapcsolatban mindig föltevődik az az aggodalom, hogy mi történik, hogyha egy elvész egy ilyen eszköz, és akkor ki tudja, hogy hova kerül. Itt közben a nézőink ilyen rögtönzött castingot vagy szavazást is tartanak. Ugye a magyar miniszterelnök meghirdette egy új pozíciót, a nemzetbiztonsági főtanácsadót, kicsit ilyen amerikai mintára, a Trump elnököt is kérdezhette ezzel kapcsolatban Floridában, amikor náluk járt, és a nézőink önt is javasolják erre a posztra, de hát az imént hallhattuk, hogy nincsen magyar állampolgárság, tehát gondolom ez egy ilyen pozíció esetén kizáró tényező, de esetleg köszönjük a javaslatokat, és akkor visszatérve a geopolitikához. Robert, mit gondol Oroszország északi tengerpartja mentén történő fejlesztésekről? 4 új nukleáris meghajtású jégtörőt rendelt meg Putyin, már el is kezdték építeni, katonákat is képeznek ehhez. Miért? Az első és legfontosabb dolog, amit el kell mondani, az, hogy a világ melegszik. Tehát ez nem egy ilyen liberális mese, hogy a világ melegszik. A világ tényleg melegszik. Az, hogy ebből mekkora politikai szélhámosságot csinálnak, ez a mese. Tehát ez a mese része a dolognak, hogy mekkora politikai szélhámosságot húznak föl erre a dologra. Bocsánat, hogyha nem vagyok politikailag korrekt, de tény, hogy a világ melegszik, és ez a világnak ez a melegedése lehetővé teszi azt, hogy Oroszországnak azok az arktikumi kikötői, amelyik az év nagy részében vagy be voltak fagyva, vagy csak nagyon masszív jégtörő támogatással lehetett eljutni hozzájuk. Ezelőtt pár évvel bekövetkezett az első alkalom a történelemben, hogy egy hajó végighajózott Oroszország északi partja mellett jégtörő támogatás nélkül. Tehát annyira melegszik a tenger, és annyira válik jégmentessé ez az északi átjáró. Nem tudom, talán észak-keleti átjárónak lehetne nevezni ezt az átjárót, és hatalmas geopolitikai lehetőségeket nyit meg. Teljesen megváltoztathatja Oroszországnak azt a módot, hogy Oroszország nézi a világot. Biztos ismerik ezeket a térképeket, hogy ábrázolja a térképet fejjel lefelé, hogyan néz ki a világ Kína szempontjából, hogyan néz ki a világ Japán szempontjából, és lehet, hogy most az orosz szemekben a világ meg fog fordulni. Hogyha eddig mindig a Fekete-tenger felé néztek, és a Boszporusz felé, mint az, ez volt mondjuk a pázsit a házuk előtt, és az északi tenger volt a hátsó udvar, most lehet, hogy ez meg fog lassan fordulni, és az északi tengeri kiárat lesz Oroszországnak a pázsitja, meg a fő kiárata, és a fekete tenger lesz a hátsó udvar, és ez lehet, hogy ezek a dolgok be fognak következni, és szándékosan kezdem a legáltalánosabb képpel, és hogyha elkezdjük egyre jobban összeszűkíteni az objektívet erre a területre, akkor azt látjuk, hogy ez a legrövidebb út a Szovjetunió, vagy Oroszország, bocsánat, az Oroszország és Észak-Amerika között is. Hatalmas természeti kincsek vannak, nagyon fontos hajózási útvonalak vannak, és nem csak ez az észak-keleti átjáró, hanem más hajózás, nagyon fontos hajózási útvonalak is vannak ezen a területen, és látjuk azt már évek óta, amióta ez a felmelegedés megindult, de talán még korábban láttunk ott egy nagyon komoly versenyt a különböző hatalmak között. És a legutolsó dolog, amit ezzel kapcsolatban el szeretnék mondani, hogy látunk olyan hatalmakat, akiknek nincs direkt tengeri kijárata az Arktikumra, például Kína, nagyon szeretnék megvetni a lábukat ebben az övezetben, és épp úgy, hogy az Antarktiszon minden nemzetnek vannak bázisai, az Arktikumban is szeretnének bázisokat, gazdasági érdekeltségeket biztosítani saját maguknak. Egy nagyon-nagyon érdekes dolog. Kicsit olyan, mint mikor a 19. században elindult a nyugat, hogy meghódítsa Afrikát, most ez az új Afrika tulajdonképpen. Ez az új Afrika, és a hatalmak harcolnak egymással. The Scramble for Africa, ahogy angolul hívják a harc Afrikáért, amit fogunk látni, ez a harc az Arktikumért.
Erőjütött, amit a térképekkel kapcsolatban említett, hogy valahol olvastam, hogy hát önmagában az is egy nagy geopolitikai befolyásoló tényező, hogy a térképek torzítva ábrázolják a kontinenseknek a méreteit, és ami az egyenlítő közelében van, azokat relatíve kisebbnek, például Afrikát, amelyek pedig a sarkvidékek felé vannak, azokat pedig nagyobbnak. Esetleg erről is érdemes lenne egyszer majd beszélnünk, hogy maguk a térképek, meg a térképészet az hogyan befolyásolta a nagyhatalmaknak a működését. Nagyon-nagyon érdekes dolog, és nem véletlenül régen minden államférfinak az irodájában látunk egy hatalmas földgömböt. Mert a földgömb a legpontosabb ábrázolása a relatív arányoknak. És abban a pillanatban, amikor egy ilyen háromdimenziós objektumot megpróbáljuk két dimenzióba lefektetni, akkor különböző vetületeket alkalmazunk. És nincsenek tökéletes vetületek. Minden vetület torzít bizonyos szinten. És a probléma az, hogy mikor ez a Mercator vetület, ez amelyik a leginkább elterjedt nyugaton, ezt tesszük magunkévé, és csak ezen keresztül tudjuk elképzelni a világot, akkor teljesen egyértelmű, hogy Európa van a közep. Tehát Mercator, mikor ezt megrajzolta, akkor ő a saját valóságából indul ki, a lét határozza meg a tudatot. Tehát, ha Mercator Japán lett volna, akkor biztos Japánt helyezte volna. Épp ugye, hogy a nulladik vonal, az idővonal, az Greenwichen megy keresztül, és nem tudom én, Aleppo alsón, mondjuk úgy Szíriába. Tehát, aki ezeket a dolgokat meghatározza bizonyos szinten, ráerőszakol egyfajta sablont az egész világ gondolkodására is. És ezért nagyon-nagyon fontosnak tartom azokat a számítógépes programokat, például a Google Earth, amivel lehet forgatni a léggömböt, és lehet a földgömböt, és lehet különböző szögekből megnézni. És megnézhetjük például, hogy hogyan néz ki a világ japán szem, hogy hogyan látják a japánok a világot például. Ha Japánt helyezzük, úgy fordítjuk ezt a virtuális földgömböt, hogy Japán van a közepén, mit látnak a japánok, mit látnak a kínaiak. Teljesen más, mint hogyha egy ilyen Mercator vetületen vizsgáljuk, és vannak olyan internetes honlapok is, ahol a relatív méretét a különböző országoknak össze lehet hasonlítani. Például mekkora Ausztrália az Egyesült Államokhoz képest, vagy mekkora Afrika Oroszországhoz képest. Látjuk, majdnem akkora, mint Oroszország területileg az afrikai kontinens. Tehát nagyon érdekes új meglátásokat kapunk ezzel kapcsolatban, és egy olyan objektív dolog, mint a földrajz, mennyire szubjektív tulajdonképpen. Azt egyébként mondhatjuk, hogy a mai háborúkban már a térképeknek a szerepét, hát nem is teljesen, de azért átvették a légi felderítések, a drónfelvételek, vagy akár a műhold képek. Én inkább azt mondanám, hogy ezek a dolgok kiegészítik egymást. Én nagyon sokat használom ezeket az eszközöket a mindennapi munkámban is, és nyilvánvalóan a hadseregben is, és inkább azt mondanám, hogy kiegészítik egymást. Tehát mondjuk úgy, hogy egy műholdas felvétel olyan, mint egy fénykép valakiről. Egy térkép olyan, mint egy karikatúra. Sokkal egy karikatúra sokkal többet elárul, sokkal markánsabb, sokkal világosabb képet ad valamiről, mint egy fénykép. Kihangsúlyozza azt, hogy nagy az orra, és kihangsúlyozza azt, nagyok a fülei, tehát ilyen dolgokat, és én azt hiszem, hogy ha nincs sok időnk, tehát információt akarunk kapni egy ilyen vizuális eszközből, és kevés időnk van rá, akkor egy térkép sokkal hasznosabb, mint egy műholdas felvétel. És arról nem is beszélve, hogy a térkép tulajdonképpen szimbólumokat használ, amiket gyerekkorunk óta ismerünk. A műholdas felvételek azok műholdas felvételek, azok a valóságot látják, és kell egy bizonyos gyakorlat ahhoz, hogy meg tudjuk különböztetni a vasútvonalat egy pataktól mondjuk. Vagy egy mélyedést a földben egy halomtól, mondjuk egy dombtól, vagy valami ilyesmi. Tehát sokkal nehezebb szerintem műholdas felvételekkel dolgozni, és ott is rengeteg variáció van, mert mikor egy légi felvétel készül, nem akarok most technikai dolgokba bonyolódni, egy légi vagy egy műholdas felvétel készül, az mindenképpen torzítja az arányokat a telepen, mert szögbe készítik. És ezt számítógépekkel kiegyenesítik, hogy le lehessen mérni pontosan az 1 kilométert, épp úgy, mint a térképen, a légi felvételeken is le lehessen mérni. Ezek az úgynevezett ortofotok, és van még millió ilyen térképészeti technika, nagyon nagy, egy egész világ tulajdonképpen. A térképészet szerintem csodálatos, és most ezzel a virtuális valósággal, vagy nem tudom, ezt magyarul hogy mondják, ezt az enhanced reality, ez a rétegelt valósággal, vagy valami ilyesmi. Kiterjesztett valóság. Igen, tehát ez a kiterjesztett valósággal csodálatos dolgokat lehet csinálni, és most látjuk a gázai háborúban, hogy a katonák olyan utcákon manővereznek, amiket végigjártak virtuálisan, ilyen háromdimenziós virtuális valóságban. Láttam éppen ma egy felvételt ilyen izraeli robot kutyáról. Azt tudjuk, hogy vannak az izraeli hadseregnek, erről beszéltünk már, ilyen kutyás különleges egységei. Ezek a robotkutyáknak mi pontosan a feladatuk, céljuk? Érdekes dolog, hallottuk a háború elején,
különböző szakértőktől idézőjelbe, hogyha teljesen lehetetlen dologra vállalkozik az izraeli hadsereg, mert ezek az alagutak, meg nem lehet őket elfoglalni, meg nem lehet harcolni alagutakban, meg millió dolog. És akkor látjuk azt, hogy az innováció milyen gyorsan képes alkalmazkodni, innováción keresztül milyen gyorsan képes alkalmazkodni egy hadsereg egy teljesen más dimenzióhoz, teljesen más körülményekhez. És látjuk elsősorban a doktrinális innovációt, egyszerűen másképp csinálják ugyanazokat a dolgokat, ugyanazokkal az eszközökkel, csak másképp csinálják, és látunk új eszközöket, például mikrodrónokat. Manapság a mikrodrón ez olyan dolog, aminek van egy külön zseb, így a málha mellényen, aminek belefér a mikrodrón, kiveszed, elküldöd, és akkor előre tud nézni, előtted megy 100 méterrel, és megnézi, hogy mi van ott mondjuk az alagút, ahova nem tudsz benézni, és ott vannak ezek a földi drónok is, ezek a kutyák például, vagy kerekes robotok, kis kerekes robotok, amiket az ember kivesz a hátizsákjából, van, amelyik fegyverrel van felszerelve, lőni is tud. És látjuk, hogy nagyon hamar olyan eszközök, amik a háború előtt még csak ilyen kísérleti stádiumban voltak, hirtelen kikerültek a laboratóriumokból a harcmezőre, és gyakorlatilag elárasztják a harcmezőt. És egyre inkább látjuk azt, hogy robotok találkoznak egymással. Tehát ez, amiről gyerekkorunkban olvastunk a különböző tudományos, fantasztikus regényekben, látjuk, hogy a robotoknak a harca kezd megvalósulni, a drónok vadásznak drónokra, meg mesterséges intelligenciával felszerelt puskatepcső vadászik a drónra, tehát teljesen hihetetlen dolgok néhány hónap leforgása alatt. Stefán utal vissza az előző térképekkel kapcsolatos megjegyzésére. Ő azt írja, hogy a Kínában készített térképeken Európa bal szélen gyakorlatilag alig látható. Kínai falán is kerestem rajta hazánkat, csak mosolyogtak a vendéglátóim. Tehát ezek szerint akkor Kínából Európa az egy ilyen mellékszintér. Egy fél szigete tulajdonképpen Eurázsiának. Akkor Izraellel kapcsolatos kérdések jöttek most sorban. Jakabtól, kedves Robert, ön mit tartana optimális végkifejletnek? Sikeres az izraeli hadművelet a gázai harcokban? Van egyáltalán ilyen optimális, megvalósítható és egyben megfogalmazott cél? Persze, hogyne, ez a cél megvan. Megint meg kell mondanom azt, amit már többször elmondtam, és sokszor halljuk média személyiségektől, hát, hogy ennek a háborúknak nincsenek céljait. Hogy ne lennének? Az, hogy nem szeretik ezeket a célokat, nem jelenti, hogy ezek nem léteznek. Hát az, hogy megmozdult itt a jól fésült világnak a jelentős része, hogy megmentsék a kedvenc terrorszervezetüket, azt én meg tudom érteni. De az nem jelenti azt, hogy a háborúnak nincsenek céljai. Háborúnak nagyon konkrét céljai vannak. Van három konkrét célja a háborúnak. Az egyik cél a Hamas katonai erejének és a polgári apparátusának a felszámolása, a másik a tuszok kiszabadítása, és a harmadik egy jobb politikai és geopolitikai valóság megteremtése a háború után, és nem csak a Közel-Keleten, hanem általában. Tehát, hogy ezt talán abban tudnám ábrázolni, nem éri meg úgy legyőzni Hamaszt, hogyha tönkreteszük Izrael kapcsolatait az Egyesült Államokkal. Tehát itt több olyan célnak kell eleget tenni, amik nem állnak ellentétben egymással, viszont néha súrlódnak egymással, és egy bizonyos rugalmasságot követelnek. Azt hiszem, ez minden háborúban így van. Akkor itt hadd kérdezzem meg azt, hogy az elmúlt napokban volt egy éles szóváltás Joe Biden és Benjamin Netanyahu között. Ugye Biden elnök azt mondta, hogy Netanyahu valahogy így fogalmazott, hogy több kárt okoz Izraelnek a gázai hadművelettel, mint amennyi hasznot, és beszélt arról is, hogy van egy vörös vonala, ami Rafakra vonatkozik, hogy azt Izrael semmiképpen ne próbálja meg megtámadni, és mire az izraeli miniszterelnök, hogy voltam, akkor visszaválaszolt, hogy hát neki is megvannak maga vörös vonalai, és azok máshol húzódnak. Mire utal ez a látszólag egyre élesedő szóváltás? Nekem úgy tűnik, hogy a Biden adminisztráció egyre inkább egy ilyen sebzett állatként csapkod, mert látják, hogy a választásokat valószínűleg el fogják veszíteni. Tehát ha mostani közvéleménykutatásoknak hihetünk, akkor ha most lennének a választások, és azt senki nem könyökölne rá a szavazógépre, akkor valószínűleg Biden elnök nem nyerni meg ezeket a választásokat. Novemberig még rengeteg dolog történik, és addig a boríték is elsülhet, meg a szavazógép is krákokhat, meg sok minden történik, ha láttuk ezeket a dolgokat. Nagyon szomorú dolgok, amikről, tehát poénkodok ezeken a dolgokon, de egy nagyon, nagyon szomorú dolog tulajdonképpen.
és bármi megtörténhet. Ugyanakkor a Biden elnöknek a kiállása úgy Ukrajna, mint Izrael mellett nem feltétlenül szerez neki további szavazókat, és a dolog tragikuma az, hogy különböző demográfiákról van szó. Tehát azok, akik mondjuk támogatnak ez az amerikai szélsőből, akik számára az ukrán háború az a saját dzsihádjuk, a saját házi dzsihádjuk, ők fogalkörömmel küzdenek az Izraelnek nyújtott amerikai támogatás ellen, amelyik a jobboldalnak, a keresztény jobboldalnak mondjuk ugye a dzsihádja Izrael, mondjuk úgy, hogyha ugyanezeket a fogalmakat akarom alkalmazni. És ez a tragédiája a Biden adminisztrációnak és a Biden szavazótábornak, hogy a végtelenben a párhuzamosok nem találkoznak. Tehát olyan geopolitikai kihívásokkal kell megküzdeniük, amikkel a természetes szavazótáborra nem tud megegyezni. A saját szavazótábora. Tehát ilyen szempontból Trumpnak sokkal könnyebb dolga van. A Trump szavazóinak a jelentős része azt mondja, hogy támogatni kell Ukrajnát is, meg Izraelt is, és feltétlenül, és egy kis hányad azt mondja, hogy hagyják a fenébe Ukrajnát, és egy még kisebb hányad azt mondja, hogy hagyják a fenébe Izraelt. Tehát ez az izolacionista amerikai szélső jobb oldal, ez a Douglas McGregor, tudom én, Giorgio Napolitano, tőlük meg Tucker Carlson is ebbe egyre inkább ebbe a pozícióba húzódik. Én megértem őket, ugyanakkor van egy mondás a Közel-Keletről, hogyha az Egyesült Államok nem látogatja meg a Közel-Keletet, akkor előbb-utóbb a Közel-Kelet fogja meglátogatni az Egyesült Államokat, és akkor a 70. emeleti ablakon szokott bekopogni, mikor jön a Közel-Kelet Amerikába. Tehát ez a probléma, nem lehet csak úgy kivonulni. Tehát ilyen szempontból én megértem a frusztrációját Tucker Carlsonnak és az amerikai kemény jobb oldalnak, ugyanakkor ez nem olyan világ, amiből ki lehet vonulni. Tehát nem egy olyan dolog, ami fogod magad, hogy hazamész, és akkor a problémák nem követnek. A problémák követni fognak. Tehát látjuk azt, hogy Európa kivonult a gyarmatbirodalmaiból, és látjuk, hogy a gyarmatok követik Európába, és most ők gyarmatosítják Európát. Van egyébként reális alapja annak, amit Trump elnök mondott, hogy ha ő lenne most a Fehérházban, akkor nem következett volna be az október 7-i támadás, vagy ez azért nem ilyen egyszerű? Én azt hiszem, hogy van egy olyan alapja, hogy a Trumpnak az irracionalizmusa, vagy az irracionálisnak tűnő viselkedése, hogy egész pontosak legyünk, a szeszélyessége meg a kiszámíthatatlansága önmagában elrettenti Amerikának az ellenfeleit. Mert láttunk egy ilyen pillanatnyi döntését Trumpnak, mikor megállította azt a támadást, amit az iráni akart mérni az Egyesült Államok az amerikai drón lelövése miatt, ugyanakkor szemrebenés nélkül megölette Qasem Soleimanit. Tehát mikor egy ilyen vezetővel áll valaki szembe, akivel soha nem tudod, hogy hányadán állsz, én azt hiszem, hogy Putyin elnök a szívéből szólt, mikor azt mondta, hogy nagyon szeretné, hogy Biden elnök legyen a következő amerikai elnök. Nyilvánvaló, hogy sokkal könnyebb lenne a feladata, legalábbis külpolitikailag megküzdeni Biden-nel, mint megküzdeni Trump-al. Én legalábbis így látom ezt a dolgot, hogy a személyében el tudta volna ezeknek a háborúknak a jelentős részét el tudta volna rettenteni. Ehhez képest egy léptennyomon azt halljuk, mintha Trump az Putyinnak a választottja lenne, a magyar miniszterelnökkel együtt, ugye ez, ami a Politico és a hozzá hasonló publikációknak a napi témája, most az amerikai látogatás után különösen, ugye Biden elnök is visszaszólt, hogy a diktátorok egymásra találtak, mármint a magyar miniszterelnök és a volt amerikai elnök. Ja, szabad egy megjegyzést ezzel kapcsolatban? Hogyne. Mi Trumpnak a jelszava tulajdonképpen? Make America Great Again. Én azt hiszem, pont ez a dolog, amit az oroszok nem szeretnének látni. Pont ez a dolog. Biden elnöktől ezt nem halljuk, hogy újra nagyjá akarja tenni az Amerikát. Az amerikai demokraták mit akarnak? Azt akarják, hogy Amerika olyan legyen, mint az Európai Unió. Ilyen magával meghasonlott, ilyen a migrációval elöntött, ilyen belső problémák, ilyen a kezét tördelő, aki nem használ katonai erőt sehol a világon. Mi kényelmesebb Oroszország számára? Ez kényelmesebb, vagy egy olyan amerikai elnök, aki azt akarja, hogy Amerika újra nagy legyen, egy nagy és világ, tudom én, az egész világon jelenlévő birodalom. Nyilvánvaló, hogy a másik sokkal kényelmesebb. Az oroszoknak sokkal kényelmesebb Belgiummal megküzdeni, mint Trump elnök Amerikájában. Zoltán kérdezi, hogyan képzeljük el az amerikai ideiglenes kikötőt és annak az üzemeltetését és humanitárius célnak a megvalósítását? Ugye volt ilyen terv, hogy vagy hát talán el is indult már megvalósítása, hogy tengeri úton Amerika kialakítana valami fajta kikötő depót, ahonnan Gázába el tudja juttatni a segélyszállítmányokat, küldenek ilyet levegőből is, arról láthattuk, hogy néhány sajnos tragédiával járt, mert hogy nem nyílt ki az ejtőernyő, és
agyonütötte azokat, akik vártak a segélyekre, tehát nem annyira egyszerű. Mit lehet tudni erről a tengeri átrakóhelyről? Ez, ennek a tengeri átrakóhelynek a kérdése bevezet minket egy teljesen új hadviselési formában, ami mondjuk kevésbé ismert a szárazföldi államok lakosai előtt. Tehát ez a kétéltű hadviselés. A kétéltű hadviselés egy olyan dologról van szó, amelyiknek sok ezer éves hagyományai vannak, és ez a legbonyolultabb harcforma. Tehát sokan beszéltek arról, hogy a városi harc a legbonyolultabb harcforma, és ez nem igaz. A legbonyolultabbak ezek az átmenetek. És a legbonyolultabb átmenet az a tenger és a szárazföld közötti átmenet, mert nem lehet csak olyan egyszerűen partra szállni bárhol. Tehát van itt egy nagyon érdekes fordított arányosság, tehát minél nagyobb eszközzel közeledek, annál kisebb azoknak a partszakaszoknak a száma, ahol ki tudok kötni. Ha egy hatalmas, mély merülésű tengerjáró hajóval jövök, akkor csak a nagyon speciális, mélyen kikotort kikötőkbe tudok kikötni. Ha egy ilyen kis légpárnás járművel jövök, akkor a partok nagy részén partra tudok szállni, de ott csak két katonát tudok vele szállítani, vagy hármat, vagy valami ilyesmi. Tehát van itt egy ellentétes arány a kettő között, és ezt a paradoxon próbálják föloldani ezekkel az úszó kikötőkkel. És egy ilyen, hol látunk egy ilyet? Ez volt gyakorlatilag a normandiai partra szállásnak a kulcsa, két ilyen úszó kikötő. Az egyiket Mulberry-nek hívtak, a másikat elfelejtettem, hogy hívták, és gyakorlatilag egy úszós tégről van szó, amelyik pontonokkal köti össze, egy ponton híddal köti össze tulajdonképpen a szárazföldet egy olyan hajóval, ami tulajdonképpen egy hajó, de egy ilyen statikus hajó lehorgonyozzák, és ez a hajó szolgál kikötőként, és ehhez a hajóhoz dokkolnak aztán kis hajók, nagy hajók, közepes hajók, stb. Ez a hajó tulajdonképpen az a terminál, ahova beérkeznek a hajók, átrakják az árujukat, és akkor ezen a ponton hídon, ami egy fokozatosan sekélyülő tengerszakasz fölött vezet át, elérnek a partra, és akkor ott lehet partra szállítani teherautókat mondjuk, vagy harcjárműveket, vagy bármilyen más árut. Esetleg futószalagokat is lehet rá, lehet lefektetni egy ilyen hajóhídon, és ezen a futószalagon is lehet árukat szállítani, mondjuk szemet, vagy gabonát, vagy valamilyen hasonló dolgot lehet szállítani a partra. Tehát ez a lényeg a dolognak. Most akkor van egy óriási kihívás, hogyan lehet ezt megvédeni, először is a természetnek a szigorai elől, másodszor hogyan lehet megvédeni a Hamas rakétáitól egy ilyen hatalmas statikus objektumot. És ami a leginkább aggasztja az amerikai szkeptikusokat, az az, hogy amerikai katonáknak kell majd meghalniuk, hogy a gázaiak kenyeret kapjanak. Tehát ez egy valid aggodalom, és ezt kívánja Izrael, és az Amerika úgy megoldani, hogy majd Izrael fogja biztosítani ennek a kikötőnek a szárazföldi részét, mondjuk úgy, és akkor elkerülhetik azokat a képeket is, hogy amerikai katonák kerülnek összeütközésbe civil lakosokkal Gázában, mondjuk. Ennek is rossz lenne az optikája. Tehát valószínűleg az izraeli hídfőt azt Izrael fogja biztosítani, és a tengeri részt pedig az Egyesült Államok fogja biztosítani. Ugye láthattuk az elmúlt hónapokban a Vörös-tengeri hajótámadásoknak a képe, hogy a tengeri kereskedelem, meg általában a tengeri tevékenység, az, ha lehet, akkor még a szárazföldinél is sérülékenyebb, mert nehezebben lehet álcázni, és lassabban mozognak a tengeri járművek. Ebből a szempontból a földközi tengeren nem jelentkezik ilyen veszély, ez csak a arab félszigetnek a másik oldalára vonatkozik? Ez gyakorlatilag mindenütt megtörténhet. Látjuk azt, hogy az utóbbi évtizedekben elszaporodtak ezek azok a rendszerek, amik meg tudják tagadni akár egy nagy hatalom haditengerészettől, vagy a kereskedelmi hajózásától, hogy bizonyos tengerszakaszokat használjanak. És rengeteg ilyen új eszköz van, látjuk most ezeket a drónokat, meg balisztikus rakétákat, meg cirkáló robotrepülőgépeket, amiket a huszik bevetnek, és ezek bárhol megjelenhetnek ott, ahol nincs egy kompetens államhatalom, egy bukott államban, mondjuk Libanonban, hogyha Libanonban teljesen összeomlik az államhatalom, akkor lehet, hogy ott is meg fognak jelenni, és akkor fogjuk látni ugyanezt a típusú balisztikus kéregetést, hogy támadni fogják ezeket a hajózási útvonalakat, és ezáltal próbálnak valamilyen politikai vagy gazdasági hasznot kicsikarni maguknak ezek a fegyveres csoportok.
És én azt hiszem, hogy talán ez volt a szépsége ebben a vesztfáliai világrendnek, amiben államok, a nemzetközi rendszer államokból állt, és a nemzetközi rendszer nem tűrte azokat a pontokat, hogy ne legyen egy bizonyos terület, ami nem tartozik egy kompetens államhatalma alá. Most az állam egyre inkább kiment a divatból, és kitaláltuk ezeket a nemzetközi szervezeteket, meg a többi ilyen kreatív ötletezést, ami gyakorlatilag egy támadás az államnak a gondolata ellen, de ha jól belegondolunk, ezt már tudjuk Hobbes és a Leviathan óta, hogy mi az államnak az alternatívája, az anarchia. Nem a nirvána, hanem az anarchia. Ez az államnak, az állam nyilvánvaló, hogy az állam halálos lehet elsősorban a saját polgárai számára, elnyomó lehet, tehát sok rossz dolgot el lehet mondani az államról, de van egy dolog, ami rosszabb az államnál, és ez az anarchia. És ezt nem én mondom, ezt már Hobbes elmondta ezelőtt 3-400 évvel, tudom én. Közben nagyon szépen köszönjük a nézőinknek, nem csak figyelemmel kísérnek bennünket, a beszélgetésünket, hanem támogatást is küldenek, egész kézzelfogható formában. Hálásak vagyunk ezért is, meg azokért az üzenetekért is, amit például Zoltán küldött, ő azt írta, hogy üdv Londonból, jó hallgatni a műsort Cambridge felé az autópályán. Köszönjük, és biztonságos közlekedést kívánunk Zoltánnak. És akkor visszatérve, vagy tovább folytatva a közelkedi kérdéseket, Tamástól kaptuk azt, hogy úgy gondolom, hogy a Hamasz nem verik le Gázában, a világ sokkal nagyobb arccal fordul a nyugat elé, még nagyobb követelésekkel, mármint itt gondolom akkor a Hamaszra, meg az iszlám fundamentalistákra gondol. Ebben teljesen egyetértek. Én azt hiszem, hogy született itt egy innováció, egy terror innováció, hogy ilyen tatárjáráshoz hasonló akciókat hajtok végre, és akkor a világ segresik, és akkor gyorsan odaadja nekem, amit kérek, csak hogy ne kelljen ezekkel a képekkel, meg ezekkel a morális dilemmákkal megküzdenünk. Én azt hiszem, hogy ami a legnehezebb a modern embernek, ez a morális bizonytalanságban lenni, mikor morális dilemmák elé van állítva, és akkor ezen tépelődnie kell. Tehát megszoktuk azt, hogy előre megemésztett, és előre előkészített és megemésztett morális egytállételeket szolgálnak föl nekünk, és mikor a világban kicsit bonyolultabb helyzetek állnak elő, mint egy hollywoodi filmnek az utolsó 5 percében, akkor ez úgy szíven rúg minket, és akkor egy ilyen kellemetlen érzést érzünk, és bármire hajlandók vagyunk, hogy ezt a moralis hexenschuszt feloldjuk, hogy ne nyomjon és ne szúrjon meg ez a dolog, és akkor erre bármire, ha eladjuk az anyánkat is ezért a dologért, hogy megszabaduljunk ettől az érzéstől, továbbra imádhassuk magunkat, mint a modern kor morális isteneit. Ez a modern embernek szerintem a lételeme, és ezért mindenre hajlandó, hogy ne kelljen ilyen morális dilemmákkal megküzdenie. És pont ezt lovagolják meg ezek az emberek, és hogyha Gázában ez nem fog sikerülni ennek határt szabni, akkor ezt fogjuk látni Svédországban is, Franciaországban is, máshol is. Kaptunk egy ilyen kérdést is. Én a hétfői kérdés feletekben nagyon szívesen hallanék Robert C. Castell úrtól az izraeli drúzokról egy pár mondatot, vagy egy rövid bemutatást az ő szemszögéből és előadásában. Köszönöm szépen. Ja, nagyon szívesen. Hát, ami a drúzokat illeti, ez az iszlámnak, egy síta iszlámnak egy szektája, és gyakorlatilag a 10. században váltak ki az iszlámból. Volt egy egyiptomi uralkodó, akinek volt egy segédje vagy követője, őt hívták Darazinak, és róla kapták a drúzok a nevüket, és ez a bizonyos uralkodó, akkor még Egyiptom síta, az egyiptomi fatimidák, még fatimida dinasztia, még a síta vallást követték, síta irányzatát követték az iszlámnak, és ennek a szultánnak a irracionális viselkedését, részegeskedését, stb. Próbálták allegorikusan megmagyarázni. Tehát egyfajta profétát kreáltak belőle, megpróbálták ezt allegorikusan megmagyarázni, és valahol itt lehet a vallásnak a kezdete. És mivel a drúzok elkövették teológiailag azt az eretnekséget, hogy amit úgy hívnak az iszlámban, hogy sirk, vagy társítás. Mikor más profétákat társítasz Mohamedhez, ez egy eretnekség, és ebben kizárod magad az iszlámból. Tehát voltak azok a proféták, akik Mohamed előtt voltak, Jézus, Mózes, stb. Ez rendben van, de utána nem jöhet semmilyen más proféta, és senkit nem társíthatsz Allah mellé, mint más isteneket. És a drúzok ilyen szempontból egy ilyen újplatoni, a távol-keleti filozófiákra emlékeztető vallást vallnak, egy titkos vallást vallnak, és ez az, ami kivezette őket tulajdonképpen az iszlámból. És
azóta gyakorlatilag ilyen üldözött kisebbségkel éltek a Közel-Keleten, és általában igyekeztek visszahúzódni a Közel-Keletnek arra részeire, amik olyanok voltak, mint Svájc mondjuk, mint a Balkán, ilyen hegyvidékek, libanoni hegyvidék, Izraelnek itt a Galileának és a Kármelhegynek a hegyvidékei, ahol el tudtak menekülni a hatalomtól, amelyik tudjuk, hogy a hatalom a síkságokon sokkal könnyebben tud uralkodni, mint a hegyvidékeken, és ott húzódtak meg ilyen zárt közösségekben. Most egy olyan vallásról van szó, hogy csak a valláson belül lehet házasodni, ha valaki kiházasodik a vallásból, akkor el kell hagyja a közösséget, és így élnek tulajdonképpen a drúzok, mindenütt lojálisak a helyi hatalomhoz, nekik nem szabad államot alapítaniuk. Ez az egyik hittétel a vallásukban, hogy ők nem alapíthatnak szuverén államot, és lojálisaknak kell lenniük ahhoz az államhoz, amiben élnek, kicsit a Közel-Kelet zsidóinak számíthatnak, úgyis tekinthetjük őket, és látjuk azt, hogy magas pozíciókat töltenek be az izraeli hadseregben, Libanonban, az Libanon politikai és katonai életében, Szíriában nagyon magas pozíciókat töltenek be a hadseregben. Tehát ezekben az államokban élnek a drúzok, és van egy drúz diaszpora az Egyesült Államokban is. Tehát ez talán, amit itt csípőben el lehet mondani a drúzokról és a drúz vallásról. Emlékszem, hogy jó 10 évvel ezelőtt egy csodatos délutánt tölthettem, és egy drúz faluban, ott a Kármelhegy oldalában, nagyon vendégszerető és nagyon barátságos emberek, és ők is meséltek erről a, mint ön is említett, vallásukról, amiről elmondták, hogy ez az igazi titkaikat azért őrzik maguknak. Ők egyébként különböznek, ugye a Haifában található Baháj irányzattól, ez egy teljesen más, nem hozzájuk kapcsolódó. Igen, ez egy teljesen más vallás. A Baháj vallás az Perzsiában született a vallás, a vallásnak a megalapítója és a profétája. A Baháiullah, ő Perzsiában kezdte el a proféciáját, és egy ilyen szigretikus vallást hozott létre, ilyen távol-keleti motivumokkal, a zoroasztriánus vallásnak, a tűzimádatnak a bizonyos komponenseivel, és akkor nyilvánvaló, hogy az ottani vallás, muszlim vallási hatalmak üldözték, akkor elmenekült Perzsiából, ide menekült az Oszmán Birodalom területére, és Haifán és Akko mellett Akre városában ott van két szentély, ezen a két helyen van két szentély, és Haifán van a vallásnak a világközpontja, bocsánat, semmi köze nincs a drúz valláshoz. Egy másik. Rengeteg ilyen szekta van különben, az iszlámnak is rengeteg szektája van. Haifán itt van az Ahmadi szekta, amelyik az iszlámnak egy indiai irányzata, akiknek a legtöbb követői gázai arabok, de most itt élnek Haifa környékén, tehát ez a Közel-Kelet, ez bonyolult. És hogy a történelemből visszaérkezzünk a nagyon is aktuális és előttünk lévő kérdésekhez. Ugye a héten hallhattunk több olyan kijelentést, amelyek Európában, ahogy ön is említette, ezt a háborús hisztériára utalnak. Macron elnök egyfajta ilyen készségesek szövetségét kezdi el építeni, úgy tűnik Európában, Lengyelországgal, a balti államokkal összefogva. Mi állhat e mögött, mit nyerhet Franciaország ezzel a karcsörtetéssel? Őszinte legyek, én nem tudom, hogy mi ennek a pontos oka, hogy ennek az okai belpolitikaiak, hogy ez az Európai Unió politikájához kapcsolódik, hogy talán a NATO-n belüli pozícióharcoknak a része Franciaország és más nagyhatalmak között. Nem tudom pontosan, mik a mozgatórugói ennek. Rengeteg magyarázatot olvastam erről, vagy pontosabban hallgattam meg, nekem sok időm olvasni nincs, meghallgatom ezeket a cikkeket. Rengeteg magyarázatot hallottam, igazából senki nem győzött meg. Tehát az is lehet, hogy egyszerűen tudom, hogy ez egy primitív magyarázatnak tűnik, de egyszerűen egy politikusnak a személyes feltűnési viszketegsége, vagy valaki, aki semmilyen más ideológiai terméket már nem tud letenni az asztalra, semmit nem tud kitalálni, akkor most kitalált egy új terméket, hogy legyek én a NATO-nak a medvegyevje, és akkor ez is egy jó pozíció. Látjuk, hogy mindenhol kell legyen egy medvegyev, Oroszországban is, és kell legyen egy ilyen medvegyev, úgy látszik, a NATO-n belül is, és volt egy üresedés ebben a pozícióban, ugye ez is Stoltenberg biztos későig aludt, hogy valami ilyesmi, vagy tudom én, Viktória Nulandot éppen kitették a szűrőt, és akkor nyílt egy üresedés, és akkor a NATO medvegyevének a pozíciója üresedett, és akkor
Macron elnök leült erre a szabad székre, mondjuk úgy, és akkor most ő képviseli ezt a fajta politikát a NATO-n belül. Voltak idők, mikor a britek képviselték ezt a fajta igen militáns politikát. Látjuk, hogy ez olyan, mint a versenyautóknak a harc, hogy néha az egyik előtt, Niki Lauda előz, vagy a másik, vagy tudom én, ezek biztos már régóta az öregek otthonában vannak ezek a versenyzők, akiket gyerekkoromban követtem, tudom én, Nigel Mansell és a többiek. De emlékszem, hogy hogyan előzgették egymást. Kicsit így játszanak ezek a politikusok is. Én nem látok semmilyen reálpolitika, vagy geopolitikai racionálét ebben az egész dologban. Tehát Franciaországnak, épp úgy, mint Nagy-Britániának egy nehéz divíziót kiállítani, nehéz hadosztályt kiállítani páncélosokkal, csapatjárművekkel, tokkal, vonóval, egy komoly kihívás lenne, azt hiszem. Egyetlen egy divíziót, egyetlen egy hadosztályt kiállítani. Gyakorlatilag eltűnne ott Oroszországon belül a hatalmas térben. És akkor mi lehet a motivum a Lengyelországnak? Ugye a lengyel külügyminiszter Radoszláv Sikorski köszönetet mondott azoknak a NATO országoknak, amelyek úgymond vállalták a kockázatot és katonákat küldtek Ukrajnába. Ez önmagában egy nagyon érdekes kijelentés, hogy kikre gondolt a lengyel külügyminiszter. Tehát Lengyelország is azt láthatjuk, hogy ezek közé a karcsörtetők közé tartozik. Ők mit várhatnak ettől a fajta politikától? Nagyon-nagyon érdekes kérdés, és érdekes párhuzamba állítani a francia esettanulmányt a lengyel esettanulmánnyal. Mert ha megvizsgáljuk úgy történelmi, geopolitikailag először is, a földrajz szempontjából, mint történelmileg, látjuk azt, hogy Franciaország és Oroszország általában hagyományos szövetségesek voltak. A történelem folyamán, kivéve a Napóleon inváziót, tulajdonképpen a Napóleon inváziót is az váltotta ki, hogy az orosz szövetséges elárult a Napóleon, tehát a kontinentális blokkáddal, de látjuk azt, hogy a földrajz diktátuma folytán ezek természetes szövetségesek. Viszont Lengyelország és Oroszország pont egy ellenpélda erre. Ők természetes ellenségek, úgy a földrajz szeszélye miatt ugyanazon a síkságon verték fel a sátrukat, mint a történelmi tapasztalat miatt általában szemben álltak egymással Lengyelország által. Talában az orosz ostornak volt a csattanója, mondjuk úgy, és a lengyeleket meg lehet érteni, hogy azt mondják, hogy itt van az alkalmuk arra, hogy Oroszországot megállítsák, gyengítsék, akkor ki kell használják ezt az alkalmat. Ezt meg tudom érteni a történelmi tapasztalat fényében. A franciákat sokkal nehezebb megérteni. Tehát nagyon érdekes a ellentétben állítani a két eset tanulmányt egymással. És akkor próbáljuk megérteni Németországot, hogy a német háborúval kapcsolatos álláspontot most legutóbb a Taurus lehallgatási botrány kapcsán lehetett megismerni, mármint az, hogy ott is megvan a szándéka azért arra, hogy ha többé-kevésbé közvetlenül beavatkozzanak az ukrán-orosz háborúba. Ugyanakkor azért azt lehetett látni, hogy Németország és Oroszország is sok szempontból természetes szövetségesei voltak az utóbbi időben is egymásnak, és a háború ezt a fajta egymásra utaltságot elég radikálisan megtörte. Most hogyan áll akkor Németország? Én azt hiszem, hogy ha levesszük egy pillanatra az asztalról ezt a NATO cellofánt, ami pillanatban beborítja ezt az egészet, és ha kognitív festénységbe szenvedünk, akkor könnyű mindent megmagyarázni avval, hogy hát majd a NATO ápol és eltakar, és nem kell ezekről a dolgokról beszélni. De szerintem igenis kell beszélni ezekről a dolgokról, és én azt hiszem, hogy Németország paradox módon sokkal jobban tart a lengyel fegyverkezéstől, vagy Franciaországnak ettől a birodalmi hőzöngéseitől, a La Gloire, a különböző nosztalgiáitól. A franciáknak vannak ilyen flashbackjei, mint egy régi narkósnak, akinek hogy néha visszavillannak ezek a régi dolgok. Az utóbbi 300 évben nem múlt el nekik, vagy 200 valahány év alatt. Tehát ez ettől a két hatalomtól szerintem Németország sokkal jobban tart történelmileg, különösen ettől a gyors lengyel fegyverkezéstől, mint Oroszországtól. Nem mondom, hogy az orosz atomfegyverek nem jelentenek fenyegetés Németországra is, épp úgy, mint az egész világra. De Oroszország és Németország között ott van legalább egy fekvőrendőr, akit úgy hívnak, hogy Lengyelország. És ez a lengyel fegyverkezés, ez aggasztja a németeket, és látjuk, hogy van ott egy lezáratlan dolog a második világháborúval kapcsolatban Lengyelország és Németország között. Néha halljuk a lengyeleket, hogy felemlegetik ezt, hogy Németország még nem fizetett kártérítést a Lengyelországnak okozott károkért. Tehát látjuk, hogy ezek nem lezárt dolgok, és jó, hogy van egy ilyen NATO kékre festett csomagoló papírum, hogy eltakarja ugye az ajándékot, ami benne van, de ezek olyan ajándékok, amik enni kérnek. Tehát olyan, még enni fognak kérni ezek az ajándékok. A gyerek kicsomagolja őket, fogja látni, hogy van ott egy Lengyelország, amelyik enni kér, és egy Németország, amelyik enni kér, és ezek a sok évszázados
versengés a két hatalom között ez továbbra is fog folytatódni. Tehát, és látjuk, hogy Németország egy sokkal habozóbb politikát folytatott Oroszországgal szembe, néha ösztökélni kellett, és néha egy komoly lökésre volt szüksége, és Németországban is tulajdonképpen azok, akik ezt a nagyon eltökélten orosz párti politikát folytatják, ezek általában kemény ideológiai pártok, nem a fősodor. Tehát legalábbis én amennyire az én megítélésem az, hogy nem a német fősodor képviseli ezt a markánsan orosz ellenes politikát, hanem sokkal inkább az ideológiai szélsőségek. És volt akkor a héten még egy érdekes megszólalása háborúval kapcsolatban, ez pedig Ferenc pápától, aki arról beszélt, hogy Ukrajnának vennie kellene a bátorságot ahhoz, hogy fölemelje a fehér zászlót, és leüljön a tárgyalóasztalhoz Oroszországgal. Persze aztán voltak, akik egyből erre reagálva kijelentették, hogy a pápa is átállt a sötét oldalra, hogyan látja, van ennek. Van egyáltalán reális esélye annak, hogy a pápa közvetítésével valami elmozduljon a holtpontról? Én azt hiszem, hogy a pápa nem mondott semmit, amit ne olvasott volna Szent Ágostontól, vagy Akinói Szent Tamástól, vagy akár Grotiustól. Tehát ezek mind ilyen keresztény filozófusok voltak, kettőt közülük szenté. Grotiust még nem avatták szenté, nem is fogják szerintem, de Szent Ágostont és Akinói Szent Tamást szenté avatták, és ők igen sokat foglalkoztak az igazságos háborúnak az elméletével. És az egyik dolog, ami igazságosá tesz egy háborút, az, hogy megvan a győzelemnek, a sikernek a lehetősége. Tehát sikernek nincs lehetősége, nem szabad a keresztény hagyomány szerint nem szabad öngyilkos háborút viselni. Nem szabad öngyilkos háborút viselni, és a pápa csak annyit mondott, amit a keresztény dogma mond az utóbbi 1000 évben. Tehát semmi újat nem mondott. És azok, akik erre fölhörkentek, valószínűleg azért hörkentek föl, mert még nem is hallottak ezekről a személyiségekről, se Szent Tamásról, se Szent Ágostonról. Biztos, hogy ha az illető megérkezett volna, mint észak-afrikai migráns, akkor szebben fogadták volna, mint az elveit. De látjuk azt, hogy amit a pápa mondott, az kinő egy bizonyos hagyományból, ami gyakorlatilag a nyugati civilizációban egy elfogadott hagyomány volt az igazságos háborúval, a jus ad bellum-mal kapcsolatban, és azok, akiknek ez nem tetszett, azok ezek a modern ideológusok, akik ezt vitatják, vagy nem fogadják el. De azt hiszem, hogy igen sok bölcsesség van ebben de van itt több száz év, vagy több ezer év gondolkodás avval kapcsolatban, hogy mit tesz igazságosá egy háborút, és hogyan kell igazságosan vívni egy háborút. Ez a jus ad bellum, a másik pedig jus in bello. És van most egy új irányzat is, amit úgy hívnak, hogy a jus postbellum, a háború utáni igazság, de az egy másik tészta, de legalábbis az első kettőnek van egy több mint 1000 éves, vagy 2000 éves hagyománya. És kár nem ismerni ezt. Tehát én azt hiszem, hogy mikor sok újságíróktól látni, hogy ideológiából, amit tanultak, tudom én, a bölcsészkaron, ebből próbálják kinyomni azokat a cikkeket, néha nem árt egy klasszikus művelődést is szerezni, és ezek a klasszikus forrásokhoz is folyamodni, mert legalábbis érdemes meghallgatni őket, nem kell egyetérteni velük, de érdemes meghallgatni őket, és lehurogni a pápát szerintem nem volt túl nagy bölcsességre. Tehát értem az elméleti és ideológiai megalapozottságát a kijelentésnek. Gyakorlati szempontból van esély vatikáni közvetítésre? Azért tudjuk, hogy a diplomáciai terén a Szentszék nagy kapacitásokkal rendelkezik. Én úgy gondolom, hogy mindenképpen van egy hatalmas erkölcsi súlya a Szentszéknek, még olyanok körében is, akik nem katolikusok. Még a nem katolikusok körében is. És talán az összekötő kapocs a két ország között az ortodox keresztény vallás lehet. A tragédia az, hogy Ukrajna ilyen szempontból is megosztott vallásilag. Tehát Oroszország egy nagyjából homogén egységet képez, mármint az orosz birodalmon belül az orosz etnikum vallásilag egy egységet képez, Ukrajna viszont vallásilag is szét van töredezve. Még az ukrán ortodox egyház is különböző szilánkokra töredezett, és látjuk azt, hogy milyen durván próbálta az ukrán államhatalom fellépni avval az ortodox egyházzal szemben, melyiket orosz pártisággal vádolta. De ettől függetlenül én azt hiszem, hogy legalább egy esélyt lehetne adni ennek, hogy a pápolatba vesse az erkölcsi tekintélyet, az erkölcsi súlyát, és megpróbáljon közvetíteni, és érdemes odafigyelni rá, mert gyakorlatilag 2000 év pápáinak a vállájánál, tehát van ott ez a legrégebbi intézmény a keresztény világban, és azért annak van egy kumulatív tapasztalat, hogy a zsidóknál is mindig mondják, hogy 5000 éven át tanulni azért az produkál valamit, tehát épp így el lehet mondani a keresztény egyházzal kapcsolatban, és az letett valamit az asztalra így, ami a világ erkölcsi fejlődését illet.
lehet, és legalább, ha nem is egy vétójogot kéne a pápának adni, de egy voksot mindenképpen, vagy egy hangot mindenképpen. Most már másfél órája beszélgettünk, de a szokás szerint most is több mint 1000-en összegyűltünk már. Mehet még egy kicsit? Ja, persze, igen, abszolút. Jó, mert közben kérdések azok jönnek. Annak a nézőknek üzenem, aki azt írja, hogy sajnos lemaradt az élőről, most kezdem előről. Élőben vagyunk még, de természetesen vissza is lehet nézni, és szokás szerint, ahogy megszokhatták, ezután az élőadás után újra föltöltjük majd egy új formában a teljes beszélgetést, hogy gond nélkül vissza lehessen nézni, de most még itt élőben vagyunk. Márta üdvözöl bennünket a Neckar folyó völgyéből, Baden-Württembergből. Köszöntjük mi is őt. Mit tenne Izrael, kérdezi István, mit tenne Izrael, ha az állampolgárait ölnék, mint az oroszoknak? Hát sajnos ez napi gyakorlat, ahogy hallhatjuk a terrortámadásoknak a híreit. Azt teszünk, amit teszünk. Mindenki tudja, hogy mit teszünk, és azért vagyok most itt, és azért vagyok egyenruhában, mert ezt teszünk, hogyha megtámadják az állampolgárainkat. Én nem tudom, hogy azt, hogy Oroszországban biztos voltak ilyen atrocitások ott a Donbaszban is minden. Tudom, hogy vannak elemzők, akik ezt vitatják, legalábbis vitatják ennek a mértékét, ehhez nem tudok hozzászólni. Nem vagyok annyira otthon ebben a témában. Demko Attila kolléga azt mondja, hogy az atrocitásoknak a mértéke erősen, erő az orosz propagandát erősen eltúlozta. Én nem tudok ezzel kapcsolatban véleményt nyilvánítani, mert nem ismerem a témát. De minden államnak az a feladat, hogy megvédje a saját polgárait. Ez a bottom line. Tamás írja, hogy most olvastam, hogy sikerült kiiktatni Marwan Issa nevű Hamasz vezetőt, ha igaz, nagy gratuláció nektek. Igaz a hír, és ha igen, akkor ki is ez a Marwan Issa? Marwan Issát nem ismertem személyesen, vagy nem, tehát nem találkoztunk. Muhammad Defel volt egy közös múltunk, mondjuk úgy, 90-es évek elején. Én Marwan Issát nem ismertem, csak a nevét ismerem. Mit tudunk róla, hogy valószínűleg az életét vesztette egy izraeli légitámadásban, még nincs teljesen igazolva a dolog. Tehát nem szabad túl korán örülni, mert Muhammad Defel kapcsolatban, a vendéggel kapcsolatban is már többször a halálhírét költötték, és azt hittük, hogy megszabadítottuk a világot ettől a sátántól, és még mindig nem jutottunk oda. Reméljük, hogy ez igaz. Ami Marwan Issát illeti, ő El-Burej menekültáborból származik, ha jól emlékszek. Ez egy menekültábor a gázai övezet középső részén, Dir el-Balah környékén. Van ez a Salah ad-Din út, amelyik lejön a Saladin magyarul. Salah ad-Din el-Ayyubi, így hívják arabul Saladint, és róla nevezték el ezt az utat, és az útnak az egyik oldalán van ez az El-Burej menekültábor, a másik oldalán pedig egy Nusserat nevű menekültábor, ezek falvak tulajdonképpen, amiket csak Palesztinában hívják őket menekültábornak, és a lakosság eredetileg Askalon melletti faluból származik, az ő családja is onnan származik, és ő gyakorlatilag Hamasznak volt egy katonai vezetője, egy terroristája tulajdonképpen. A testvére a Hamasz katonai elhárításának volt a parancsnoka, biztos egy széles látókörű és ismert humanista figura lehet a testvére is, és már a beosztásából is ítélve. Marwan Issa különböző terrorcselekmények miatt 5 évet ült egy izraeli börtönbe, utána 4 évet ült a palesztin autonómiának az egyik börtönében, és ha jól emlékszek, a Gilad Shalit ügyleten keresztül, tuszcsere akción keresztül szabadult ki, amikor több mint 1000 terroristát engedtünk el egyetlen egy katonáért, és ő gyakorlatilag a Hamasznak a vezérkari főnöke. Tehát ott van Yahya Sinwar, aki a Hamasz katonai szárnyának a vezetője, egyfajta katonai diktátor a Gázának, Muhammad Def, ő lenne a hadügyminiszter, a vendég, és Muhammad Def alatt szolgál, mint a katonai parancsnok, aki a napi szinten irányítja a katonai tevékenységeket, a vezérkari főnöke, mondjuk ugye a Gerasimovja, mondjuk a Hamasznak, ez lenne Marwan Issa, a harmadik ember a Hamasz panteonjában, mondjuk, vagy a Hamasz nomenklatúrájában, és valószínűleg őt sikerült ma kiiktatni. Remélem, hogy igaz a dolog. Érkezett egy olyan kérdésünk, hogy van-e, és ha igen, akkor milyen kapcsolat a Hamasz és a Boko Haram között, azon kívül, hogy mind a kettő ugye terror szervezet, van-e információ arról, hogy a Hamaszt annyira támogatják olyanok, akik a Boko Haramot is támogatják?
Oké, hát akkor ezt két részre osztanám a választ. Az egyik az ideológiai rész, a másik pedig a gyakorlati rész. Tehát ezek a szervezetek mind-mind abból a gondolatból fakadnak, hogy az iszlám a válasz. Tehát az összes rossz dolog, ami történt az iszlám világával, az a nyugatiasodás volt, és vissza kell térni egy ilyen fundamentalista mozgalmak, vissza kell térni az iszlám alapjaihoz, és akkor minden rendben lesz. És látunk ilyen proto-fundamentalista mozgalmakat, a wahhabiták Szaúd-Arábiában, a szenusziak Észak-Afrikában, hogyha valaki olvasta Sándor Mátyást, ott szerepelnek ezek a törzsekben, a wahhabitákról olvashatunk Germánus Gyulának a könyveiben, tehát nem olyan figurákról van szó, akik ismeretlenek a magyar közönség előtt, és aztán a 20. század 20-as éveiben született meg Egyiptomban a muszlim testvériség mozgalom Said Qutb és Hassan el-Banna vezetésével, és ők gyakorlatilag alapították meg ezt a országokon átívelő pániszlám mozgalmat, amelyiket muszlim testvériségnek nevezünk, és ennek a lényeg ez a visszatérés az iszlám gyökereihez. És ennek a helyi fiókja a Hamas Gázában. És a muszlim testvériségnek mindig volt két szárnya, volt egy pragmatikusabb szárnya, furamód a Hamas ezekhez tartozik, akik nem csak a fegyveres harcban látják a megoldást, és volt egy militánsabb szárnya, amelyik csak a fegyveres harcban látja a megoldást. Gázában ezt elsősorban a palesztinai iszlám dzsihád képviselés, és a különböző szalafisták. A szalafisták azok, kik azok a szalafisták? Azok a szalafisták azok, akik olyan fundamentalisták, akiknek még a Hamas se elég, és vissza akarnak térni, ők a neandertáliak. Tehát vissza akarnak térni az első négy proféta, az igaz proféták, a négy igaz profétának az idejéhez, és ezekhez tartoznak tulajdonképpen az Al-Qaida, vagy meg az iszlám állam tulajdonképpen. És a Boko Haram ennek a militánsabb szárny, ezekhez tartoznak hozzá. Most felállítottunk itt egy egész ilyen taxonómiát, mint az állatok világa Brémtől. Kicsit úgy néz ki a dolog, hogy vannak a medvefélék, meg a farkasfélék, meg a macskafélék, meg a gerincesek, meg a gerinctelep, a porcos halak, meg stb. Most tudom, hogy vannak szakértők, akik vitatkoznának, és egy teljesen másfajta morfológiát ajánlanának, vagy egy taxonómiát ajánlanak, de nagyjából ilyen lehet képzelni a dolgot. Gyakorlatilag ugyanannak a fának a különböző ágairól van szó. Ez a Boko Haram és ez a Hamász illeti, különben a Hamász tüzel vassal küzd a Gázában a többi szalafisták ellen, a Boko Haram stílusú szalafisták ellen, viszont hogyha ugyanezek a szalafisták az egyiptomi határ túlsó oldalán vannak, az Ansar Beit-el Maqdis, hogy egy másik ilyen szervezetnek a nevét, hogy még egy szervezet nevével untassam a közönséget, akkor viszont kooperálnak velük. Tehát ez a bolondok háza, ez a Közel-Kelet, és ez a fundamentalisták világa. És igen, látjuk azt, hogy van egy együttműködés a két fél között, és vannak olyan arab rezsimek, vagy olyan muszlim rezsimek, Irán például, vagy a Katariak, akik ezeknek a szervezeteknek a mozgatásán keresztül próbálják a befolyásukat növelni, ők támogatják ezt is, meg azt is. És azt is el kell mondani, vannak mérsékelt arab rezsimek, mint például Szaúd-Arábia, akiknek szintén megvannak a saját ilyen arab zsebszervezeteik, akik ilyen proxiként működnek a Közel-Keleten, épp úgy, mint az irániaknak a Hizbala. Tehát ez a Közel-Kelet, és hogyha túlságosan belebonyolultam, mint a majom a Hozentrogerbe, ezekbe a nevekbe, meg a különböző szervezetekbe, akkor elnézést kérek. Szóval hadd kérdezek rá arra, ugye említettem a beszélgetés elején, hogy Amichai Sikli izraeli miniszter tartott itt előadást a hétvégén Budapesten, és ennek a felvételét most a csatornánkon közé is tettük, az is egy előadás és fórum is volt élőben, és ő beszélt többek között így a meglepően kemény szavakkal Katarról. Ugye Katart ilyen nagy közvetítőként szokták emlegetni, akár a túszok kapcsán is, túsz tárgyalások kapcsán is. Ő viszont azt mondta, hogy nagyon súlyos felelősségük van a muszlim radikalizálásban. Hogyan látják Izraelben, egy ilyen szükséges, rossz, vagy ők ebben az előbb fölvázolt térképben hova helyezhetők el? Katar tulajdonképpen Machiavellinek az arab, tudom én, szüleménye, mondjuk úgy. Hogyha Machiavelli teremtett volna egy arab helyen emírséget, akkor valószínűleg őt Katart teremtette volna meg, egy kis állam, 3-400 ezer állampolgárral, mellettük él körülbelül 2 millió rabszolga, akik ilyen külföldi vendégmunkások, minden jog nélkül és minden, gyakorlatilag teljesen jogfosztottan élnek ebben az országban, nagyon gazdagok, és a kisméretüknél fogva megpróbálnak a nagyok között túlélni.
megpróbálnak túlélni. Most hogyan tudnak túlélni? Úgy tudnak túlélni, hogy ilyen szélsőséges szervezeteket támogatnak, és van egy saját propaganda fegyvernemük, amit úgy hívnak, hogy az El Jazeera. És ez az El Jazeera egy olyan szervezet, ami szabadon tud mozogni, szabadon tud tombolni a nyugati világban, és szítani a szélsőségességet a nyugati világban, viszont fura mód olyan országokban, mint Törökország, nagyon-nagyon szigorúan ellenőrzik a működését, például Egyiptomban. Tehát a többi muszlim állam pontosan tisztában van avval a veszéllyel, amit ez az El Jazeera jelent, és ehhez mérten állnak hozzá. Csak a nyugati világban keringenek szabadon, mondjuk úgy, ezek ennek a katari emírségnek a propagandistái, és ez Katár. Katár megpróbál túlélni tulajdonképpen, megpróbál túlélni Szaúd-Arábia és Irán között, és hogy néha piszkosan játszanak, nyilvánvaló, hogy piszkosan játszanak, és bizonyos szinten azt is el lehet mondani, hogy ez a Hamas terrorállam Katárnak a saját teremtménye. Tehát egy olyan proxyt próbáltak maguknak kiépíteni, mint ahogy a Irán kiépítette a Hizballát, Katár kiépítette magának a Hamaszt. Most itt durva általánosításokat mondok, mert sokkal összetettebb képről van szó, mindez Izrael támogatása, vagy Izrael beleegyezésével történt, mert valaki pénzt kellett hozzon Gázába, és ők voltak az egyetlenek, akik hajlandók voltak pénzt belefektetni a Hamasz Gázába, hogy csend legyen. Volt egy ilyen elmélet, hogy ameddig van egy bizonyos szintű prosperitás, addig Gázába csend lesz, és gyakorlatilag lehetővé tettük, hogy a Hamasz hogy a katari befolyás behatoljon Gázába, és ez a befolyásnak volt egy árnyoldala is. Tehát gyakorlatilag csendet vettünk egy ideig, és egy utolsó gondolat, nem tudom, hogy Sikli beszélte erről, de tulajdonképpen mi a nagy hiba, amit most a fejére rónak a mostani kormánynak, hogy egy öböl menti országból hoztak pénzt, hogy egy diktatúrával csendet teremtsenek Gázába. Most mi az amerikai tervezési ötlet Gázával a kapcsolatban? Elmenjünk egy másik öbölbeli országhoz, Szaúd-Arábiához, és onnan fogunk hozni pénzt, hogy egy másik diktatúra teremtsen csendet Gázában. Nem tudom, hogy miért gondolják azt, hogy ez 5 perccel ezelőtt ez egy rossz ötlet volt, most akkor hirtelen jobb ötlet lesz, csak azért, mert másik valutában, másik diktatúrában és másik öbölbeli államban utazunk, tehát egy kicsit nevetséges elképzelés, de ez van. Ez számít most a Biden kormány diplomáciai mestervágásának, mondjuk úgy, hogy akkor ugyanazt akarják csinálni, csak más játékosokkal és más diktátorral és más valutában. Többen kérdeztek a túszoknak a helyzetéről. Mi az, amit róluk lehet tudni? Van-e bármilyen új információ akár a állapotukról, vagy például arról, hogy eljutottak egyáltalán hozzájuk azok a gyógyszerek, amelyeket Izrael megpróbált eljutatni hozzájuk, és van-e valami fajta előrehaladás a tárgyalásokban? Nem tudunk semmit tulajdonképpen, legalábbis semmi sem publikus. Izrael azt kérte, hogy a következő ilyen túszcsere, vagy csereakció, vagy tűzszüneti egyezmény keretében kapjunk egy listát arról, hogy kik azok a túszok, akik még életben vannak. Ez egy olyan dolog, ami mondjuk a hadviselő felek között egy teljesen elementáris dolognak számít, hogy a Nemzetközi Vörös Kereszten keresztül ezek a hadifoglyoknak a listája, ki az, aki életét vesztette, ki az, aki hadifogoly, tehát ez egy minimális dolognak számít civilizált országok között, és nem egy új dolog. Ez tudom én... A 17.-18. században is egy bevett gyakorlat volt, hogy legalábbis a hadifoglyoknak a listáját átadták egymásnak a hadviselő felek, és a Hamasz erre nem hajlandó, és Izrael pedig azért köti az ebet a karóhoz, hogy ne végtelenítsük ezt a dolgot. Tehát tudni akarjuk, hogy kik azok, akik még élnek, kik azok, akik nem élnek, hogy tudjuk, hogy van egy vége ennek a dolognak. Mert különben elméletileg 10 év múlva is a Hamasz még mindig előhúzhat egy tusztak alapjából, mint Rodolfo a nyulat, igaz, a cilinderéből, hogy szereztünk kézzel alatt még egy tuszt nektek, hogyha érdekel. Keltek vagytok, hogy mit vagytok hajlandók adni ezért a túszért, tudom én. Enyhét használt állapotban, 10 éves, tudom én, 10 éves modell ez a túsz, de még mindig lehet használni, és hogyha most bocsánat a profán humorizálásért, de tehát ezt nem lehet csinálni. Akarjuk tudni, kik azok, akik életben vannak, és kik azok, akik, hogy ennélkül nem tudunk egy prioritási listát se összeállítani, hogy kik az a 40 túsz, akiket először szeretnénk megkapni az egészségügyi állapotuk miatt, a koruk miatt, a nemük miatt, tehát egy sor dolog, ha nem tudjuk, hogy kiről van szó, akkor nincs miről tárgyalni. A legminimálisabb dolog egy tárgyalás során, hogy tudom, hogy most hamis pénzem vaklovon veszek-e, vagy nem. Tehát ez a minimális dolog minden tárgyalásban. Hamas csak úgy hajlandó tárgyalni, hogy majd ők elengednek olyan tuszokat, akiket ők jónak látnak, és ez teljesen megengedhetetlen. Lehet ez annak a következmény, hogy a Hamas, hát úgy mondhatni, elszemtelenedett, hogy nincs, vagy Izrael nem gyakorolhat megfelelő nyomást rájuk. Azért látjuk a
gázai inváziónak az első szakaszában azért a lendülete hozott eredményt, és több mint 100 túsz ki tudott szabadulni. Igen, ez a tökéletes bizonyítéka annak, hogy az egyetlen dolog, ami valóban hat a Hamaszra, az a katonai nyomás. Mert láttuk, hogy mikor volt katonai nyomás, akkor volt erre túsz csereegyezmény. Mikor nincs katonai nyomás, akkor nincs. Igen, egyszerű. És itt látjuk gyakorlatilag a Biden adminisztrációnak az impotenciáját. Mert Izrael mit mond az Egyesült Államoknak? Izrael azt mondja az Egyesült Államoknak, hogy minket könnyű presszionálni, mert mi egy szövetséges vagyunk és egy felelős nyugati állam. De mi nem presszionáljátok például a katariakat. Csak annyit kért Izrael, hogy Katar száműz Katárból a Hamásznak a tisztviselőit. Vagy az Egyesült Államok rávehetné Törökországot, hogy száműzze Isztambulból, meg Ankarából az ottani Hamász képviselőket. Tehát nem kell megölni senkit. Csak nem létezik az, hogy Amerikának az egyik legközelebbi szövetséges, a Közel-Keleten, ahol a legnagyobb amerikai katonai légibázis van Katárban, ott vannak a Hamásznak a hivatalos irodái. Tessék nyomást gyakorolni rájuk, hogy vagy száműzzük őket onnan a katariak, persona non grata-vá nyilvánítják őket, hogyha nem mennek bele ebbe a csereakcióba, az Egyesült Államok még Katárt sem képes presszionálni, vagy Törökországot sem. Akkor mit akarnak tőlünk? Tehát itt látjuk, hogy mennyire gyenge tulajdonképpen a Biden adminisztráció, és még akkor is, hogyha a Biden úr bebizonyította, hogy másfél órán át képes kiabálni, tehát oké, láttuk, hogy másfél órán át képes kiabálni, ez nagyon tiszteletre méltó az ő korában, ilyen idős embertől másfél órán át kiabálni, ez tényleg egy teljesítmény, én nagyon tisztelem érte, de valami praktikusat nem látunk. És ameddig nem lesz katonai nyomás, addig nem fogjuk viszont látni a tuszokat. Nincs semmilyen racionális oka a Hamásznak most arra, hogy megváltoztassa az egyenletet. Tehát látják, hogy az Egyesült Államok csak Izraelre gyakorol nyomást, Izrael nem képes nyomást gyakorolni a Hamászra, akkor mi a rossz ebbe? Biden elnöknek a kiabálásáról olvastam ma egy hírt, egy amerikai neves pszichiáter, ezt egy speciális gyógyszer alkalmazásának tulajdonította, ő elemezte ebből a szempontból a beszédet. Nem tudom, hogy így van-e, de tényleg önmagához képest sokkal gyorsabban és hangosabban beszélt. Fölteszik gyakran a kérdést, és most is érkezett egy ilyen Zoltántól, hogy mi lesz Gázának a holnap utánja, hogyha a Hamasz nem tudja a Gáza önkormányzat irányítását a jövőben elvégezni, akkor ki fogja ezt majd? Van-e ezzel kapcsolatban valami fajta körvonalazódó elképzelés? Három lehetőséget látok itt. Az egyik lehetőség az, hogy a Hamas bizonyos szinten túl fog élni. A Közel-Kelet az ilyen félmegoldásoknak, meg a félig megfőtt ételeknek a világa, és egyáltalán nem kizárt az, hogy a Hamas meg fog maradni bizonyos szinten. Túl fogja élni ezt a háborút, és meg fog maradni meggyengülve, és megfogyatkozva a törve, nem, hogy magyarul mondják, meg fognak maradni a Gázában, ez teljesen belefér a pakliba. Én még abban sem vagyok biztos, hogy Izrael számára hosszú távon nem ez lenne a legjobb megoldás politikailag, meg akkor is, ha bármilyen szörnyű ezt kimondani. Tehát nem vagyok benne biztos, nincs ebben egy kialakult véleményem, de hogy bátorlanul feltenném ezt a kérdést is, hogy lehet, hogy az összes rossz megoldás közül lehet, hogy még ez a legjobb. Egy másik lehetőség az, hogy megpróbálunk valamilyen hibrid kormányt létrehozni. Valaki egyszer azt mondta, hogy akkor használjuk a hibrid kifejezést, mikor nem értünk valamit, vagy nem tudjuk, hogy miről beszélünk, akkor azt mondjuk, hogy hibrid. De itt szó van ilyen különböző a helyi törzseknek, meg a helyi nagyobb családoknak a képviselőiről, azokról a Fatah képviselőkről, a palesztin autonómiának azok a tisztviselői, akik megmaradtak, életben maradtak, a Hamas uralom maradt, őket is bele lehetne venni ebbe a konzorciumba, amelyik vezetné Gázát. Ez még egy további lehetőség, és a harmadik lehetőség pedig a nyílt katonai megszállás Izrael által és katonai kormányzatához, ahogy ez volt 1967-től egészen 2005-ig, gyakorlatilag ez az a világ, amit én ismerek. Tehát mikor ott Gázában szolgáltam, igen, hosszú időn át, akkor ez a világ volt, amit ismertem, ez is egy nagyon rossz forgatókönyv lenne. Semmi szándékunk nincs egy másik népen uralkodni, és nagyon jó lenne megszabadulni tőlük. A probléma az, hogy senki nem akarja őket, igazából a Hamas se akarja őket. A Hamas a területet akarja, meg a lakosságot fedezéknek, de nem akar róluk gondoskodni. Tehát az elképzelés, hogy csak
egy független államot akar a Hamas ott Gázában, hogy békésen építsék ott a szocializmus, tudom én, legyenek kis úttörők, akik ott robogtatják a zászlókat, hát nem ez a céljuk. A gázai lakosság nem érdekli sajnos a Hamaszt. Látjuk azt, hogy hogyan rabolják el a segélyszállítmányokat, meg minden. Egy nagy tragédia. És azt se tartom teljesen kizártnak, hogy az övezetet nem egy egységes blokként, az övezet jövője nem egy egységes blokként fog folytatódni, hanem lesz egy déli rész, ami kialakul Gázának a gázája ebben a Rafa körüli zárványban. Azt a határkerítést, amit Izrael Egyiptom és Gáza között akar, azt a határrezsimet, amit Izrael ott be akar vezetni, ezt Rafahtól északra fogja Izrael bevezetni, és Rafah megmarad egy ilyen zárványnak, és akkor a Gázán belül ilyen kisebb gázák fognak kialakulni mindegyik a helyi megoldásával, és még abban sem vagyok biztos, hogy ez egy olyan rossz megoldás, hogy mindenütt a helyi körülményeknek megfelelően kialakítani egy modus vivendit. Én azt hiszem, hogy ez egy sokkal pragmatikusabb és sokkal okosabb megoldás, mint most csinálni egy óriási konferenciát, meghívni Greta Thunberget, aki 3 percen át kiabál velünk, mert ő nem tud 1,5 órán át kiabálni, mint Biden elnök, mert ő még fiatal, 21 éves, de még mindig örök kiskorú, majd elmondja, hogy how dare you, és akkor kijönnek egy nagy megoldással, írnak szép papírokat, és akkor minden megy tovább, ahogy eddig volt. Tehát én azt hiszem, hogy ez a bottom-up, az alulról fölfelé emelkedő megoldások talán néha hasznosabbak lehetnek. Balázs vett föl egy negyedik opciót, az kedves Robert, reális opció lehet-e a gázai népesség áttelepítése Egyiptomba vagy Cisjordániába? Azt hiszem, hogy ezek emberi katasztrófák. Tehát először legyünk tisztában az emberi katasztrófákkal. A Közel-Keleten minden törzsnek megvan a saját területe. És mikor arra a területre betelepít a hatalom valaki, aki nem arról a területről származik, akkor ez olyan, mintha a farkasokat engednénk el olyan területen, ahol hiénák élnek. Tehát mindenki harca, mindenki ellen iszonyatos vérontás. Azok, akiknek a... Gondoljuk csak el, hogy mi történt Magyarországon, mikor voltak ezek amikor beköltöztettek a háború után, lakáshiány volt, és beköltöztettek embereket másoknak a lakásába, milyen feszültségeket okozott. Most képzeljük ezt a Közel-Kelet fegyvereivel, meg indulataival. Tehát ez az emberi része a dolognak. Ami Egyiptomot illeti, Egyiptom számára ez a legfélelmetesebb forgatókönyv, amit el lehet képzelni, hogy megvannak a saját terroristái, különösen ott a sínai félszigeten, és most kapnának még 2 millió potenciális terroristát, akik bajt hoznának Egyiptomra a belső terrorizmusokkal, és bajt hoznának Egyiptomra avval, hogy egyiptomi területről támadnák Izraelt, ami izraeli válaszcsapásokat vonna maga után. Tehát ez mindenképpen egy katasztrófát hozna Egyiptomra. Egyiptom hajlandó lenne egy ilyen átmeneti tranzitállomást létrehozni gázai menekülteknek, hogy utána mennek tovább a természetes helyükvel és Svédország, tudom én, külvárosaiba, vagy Németország külvárosaiba. Talán erre az Egyiptom hajlandó lenne, de nem tudom, hogy ez miért lenne jó bolt Európának. Cisjordániában, mint már említettem, ez iszonyatos problémákat okozna, és én úgy gondolom, hogy Gáza problémáját Gázában kéne megoldani, ez lenne a legjobb. Nyilvánvaló, hogy Izrael számára a hipotetikus, egy elképzelt világban az lenne a legjobb, hogyha egyetlen egy gázai nem maradna ott. De ilyen megoldások nincsenek. Tehát ilyen lehetőségek nincsenek, ez nincs benne a pakliban, senki nem gondolkozik ilyen megoldásokon, és nem akarunk katasztrófát zúdítani se Egyiptomra, nem akarjuk destabilizálni Egyiptomot, és Cisziordániát csak akarjuk destabilizálni, mert gyakorlatilag rajtunk csattanna ez az ostor. Tehát én óvaintek mindenkit ezektől a drasztikus megoldásoktól. A Skócia be akarja fogadni a 2 millió gázait nagyon szívesen. Tehát. Most már közel 2 órája beszélünk. Nagyon köszönöm, hogy így lehetőségünk volt a nézőknek a kérdései alapján körbe járnunk a világot, tényleg az északi sarki régióktól kezdve nagyon sok mindenről tudtunk beszélni, és maradt még tulajdonképpen egy nagy adósságunk, mert hogy abba egyeztünk meg legutóbb, hogy az internet geopolitikáját körbe beszéljük, és most itt már 2. óra vége felé ebbe most nem kezdenék bele, úgyhogy ezt tegyük félre a következő beszélgetéshez. Nagyon köszönöm, hogy így a rendelkezésünkre állt. Nagyon szívesen, köszönöm szépen a beszélgetést, és találkozunk a jövő héten ugyanitt. És igazából, hogy ne maradjon még a nézőinknek kielégített, rengeteg mindent szeretnének önről tudni, ez egészen rendkívül, de hadd kérdezem, mert rajtam fogják számon kérni azt. Van egy ilyen kérdés, hogy Gergőtől, hogy Kasztel úrtól kérdezem, hogy mit szokott fogyasztani a hétköznapokban, van-e valami magyar étel, amit még szokott enni, vagy már teljesen áttért az izraeli konyhára, és volt még egy másik kérdés, hogy az pedig egy bihari
honfitársa kérdezi, hogy beszél-e még románul. Hát, ami a második kérdést illeti, ez igen-igen vicces, mert a Sapiencia Egyetemre hívtak meg Kolozsvára, egy konferenciára tartottam egy előadást is, és azon kívül, mikor az ember nincs az egyetem falain belül, akkor kell vásárolnia, meg, tehát van a normális napi tevékenységeket el kell látni, megdöbbenve tapasztaltam, hogy még beszélek románul, és egész jól meg is tudom értetni magam románul, de teljesen megdöbbentem, mert tényleg ilyen 40 éve nem beszéltem már románul, és megdöbbentem, hogy még tudok valamit. Hát ez a könnyebb kérdés. Ami az ételt illeti, hát én azt hiszem, hogy nagyon hamar az ember ebben a klímában átáll erre a mediterrán étkezésre, mert egyszerűen mást kívánunk ebben a klímában. Azok a nehéz ételek, amikhez otthon szoktunk, azok nem igazán passzolnak. Nagyon szeretem a magyar konyhát, és mindig megragadok minden alkalmat, mikor Magyarországon vagyok, hogy ne ilyen sushit, hamburgert, pizzát tegyek, hanem csak magyaros ételeket. Otthon is néha főzök paprikást, de mikor a munkámban vagyok, vagy különösen most, mikor a hadseregben vagyok, ez sokkal egyszerűbben megoldódik a dolog. Különösen, hogyha úton vagyok, és általában igen sokat vagyok most úton, tehát két protein szeletből általában kijön az ebéd, nagyjából egy presszó kávéval, ez a kulináriának a csúcsa, mondjuk, hogy ez az innyes mesterségnek a csúcsa most az utóbbi hónapokban. Akkor ez volt most a geopolitikai különkiadásnak a Story magazinja, de akkor erre is sikerült választani. Még egyszer nagyon köszönöm a beszélgetést. Azoknak a nézőknek, akik nem az elejétől csatlakoztak be, visszanézhető lesz hamarosan a teljes adás itt a YouTube-on, és akkor várjuk jövő hétfőn este ugyanilyen időpontban új témákkal, és az internetnek a geopolitikájával, és most már ígérem, hogy nem fogjuk elbriccelni. Köszönöm szépen! Köszönöm nektek sem megtisztelő figyelmet, köszönöm, hogy több mint 62 ezeren feliratkoztak a csatornánkra. Vannak új tartalmaink a Hetek angol nyelvű csatornáján és a Hetek Word-ön, és akik még nem tették volna meg, akkor oda is várjuk a csatlakozásokat, és természetesen a többi napi műsorunkkal, rendkívüli hírekkel, elemzésekkel, hírösszefoglalókkal, interjúkkal várjuk Önöket. Szép estét kívánok mindenkinek, a viszontlátásra!